Reggel Vietnám, szevasztok gyerekek, üdv a Csati Gamer megérkezett, figyeljetek, hát rengeteget írtatok, nagyon szépen köszönöm. Egyébként pont akartam mondani, vagyis pont gondoltam arra, amikor elkezdtem ezt a videót, hogy basszus, ott ki 38 fokban, szóval nagyon autentikus ez a sivatagi környezet most. De nem is ezzel kellene foglalkoznunk, hanem figyelj, egyébként annyit csináltam gameplayen kívül, fölhordtam a cuccokat, elrakosgattam őket, tudjátok, a garázsban volt egy csomó. De térjünk a tárgyra, amire szerintem mindenki kíváncsi, hogy hogy... Na bazd meg. Ennyit erről, gyerekek. Bazd, rendesen megijedtem, amikor ez a szar ellökte. Na most már elvileg máshogy vannak elrendezve. Ja, írtátok egyébként, hogy a sikítós zombi, ha radi, akkor radikat vonz be. Úgyhogy azzal nagyon rá tudok cseszni, ott rohangálnak a radik, bazd. Egyébként van létra, raktam létrát, amikor cipelgettem, de legalsó fok elvileg, a legalsó fok az ugye két blokkon fölül van, szóval oda nem nagyon tudnak följönni. Jó, minden gyerekek, nagyon szuper, lehet, hogy ez le is kopott rólunk. Basszus, de egyébként ezeket szerintem beszpónolja ide a bázisom környékére, nem értem, hogy hogyan. Jaj, de fújjunk egyet, és akkor próbáljuk megbeszélni a dolgokat. De ahhoz így prezentálnom kellene az egészet. Figyeljetek, ahhoz, hogy egy normális buildet kialakítsunk, először is kompromisszumokat kell kötni, hogyha nincs megfelelő skillpontunk, mennyiségű skillpontunk. És valahogy specializálódnunk kellene, ugye. Egyébként nekem nagyon tetszik ez a kalapács, és ugye most már tudnánk csinálni. Bazza, mi van itt, gyerekek? Jaj. Ne. Nincs skillpontom elosztva. Gyerekek, nincs skillpontom elosztva, bazze. Nem ütök semmit, nincs, bazze. Hát komolyan mondom. Hát ilyenkor kellene neki jönni, bazze, amikor nincs egy darab skillpont elosztva. Megőrülök. A végre elölökte. Azt a betyár komolyan mondom, hogy itt nincsen nyugalma az embernek, hallod? Kell magamhoz vennem bazza valami lőszert. Hát ez hihetetlen basszus. Sikítós Radi így bevonzotta őket most. És nincsen nekem. Ó, ezek még potyognak le bazza. Hihetetlen, nem gyerekek? Nagyon-nagyon nincsen szerencsém. Megyünk még egy kört, mert közben be kéne... Ja nem, van nálam kötszer, jó, bekötöm ezt a törött érdevet, hát már minden bajor a karakteremnek. Megőrülök, komolyan. Legalább addig bírnák ki, míg a skillpontomat elosztom. Meg megbeszéljük a dolgokat. Na, szerintem lekoptak. Na, akkor újra tábla, talán még én hagynak minket. Akkor, ugye, hogy normálisan tudjuk elosztani a skillpontokat, ahhoz kellene tudni, hogy mit akarok használni. Először is. Az a nagy probléma, hogy... Egy csomó weapon azt külön ágon van, tehát felhívtátok a figyelmem arra, hogy a baseball ütőág az teljesen különböző, igaz, hogy mind a kettő ütőfegyver, de teljesen különböző, mint a villámlobot. Szóval ez nem kompatibilis egymással, hiába, hogyha kipakolom a baseball ütőságot, a villámlobot az egy másikon van, szóval ez nem jó nekem. A lőfegyverek is specializálva vannak a különböző attribútorokra, például a shotgunok, azok vannak specializálódva az erőre. És tehát, hogyha az erőt pakolom ki, akkor shotgunra ad bónuszt, damage bónuszt, de például gépfegyverre nem. Minden egyi attribútor más lőfegyvere is van. Szóval igazából nem sok értelme van, nem tudom, hogy ez hogy jött ki a készítőknek. Szerintem az, hogy gyakorlatilag ne legyenek ilyen OP karakterek, és mindenkinek legyen egy bizonyos specializálódása. Ebből én arra tudok gondolni. Na viszont, akkor nézzük, amire nekünk szükségünk lenne, ugye, a shotgun az egyik legjobb fegyver a játékban. Főleg, hogyha megvan az autó. Nekünk meg semmilyen nincsen, viszont szeretjük a közelharcot. Ugye, hogyha közelharcot akarnánk ugye kialakítani, itt láthatjátok, hogy az erő az ad gyakorlatilag damage bónuszt a shotgunra, a baseball ütőre, a kalapácsra. Úgyhogy ezekre ad. De viszont, ugye, a heavy armorra is szerintem kell erő. Tehát, hogyha heavy armorosok akarunk lenni, akkor mindenképp az erőt, ugye, ezt az erő attribútort,
azt, igen, fel kell fejlesztenünk. Heavy armor az mindenképpen kell nekünk. Szóval az erő az mindenképp kell. De hogyha már a heavy armorosok leszünk, ugye azzal unlockoljuk, vagyis azzal nem unlockoljuk, hanem azzal ugye, igen, unlockoljuk is, meg még ráadásul nagyobb sebzőst tolunk, shotgunnal és hammerrel, és ez emiatt, meg ugye baseball ütővel is. Emiatt valószínű, hogy akkor shotgunra kéne pakolni a heavy armor miatt, ugye ha már egyszer azt unlockoljuk, ugye azt az ágat, meg még ráadásul, akkor maradhatnánk a kalapácsnál, igazából a kalapácsot elég jót tudnánk gyártani már, hogyha lenne acélunk. Szóval, próbáljuk meg specifikusan, akkor az erőt mindenképpen, hát szerintem mindenképp jó lenne kinyélelni, és így már 30%-kal, vagy 300%-os headshot damage-ünk van, meg az csomó minden. Na mindegy, az a lényeg, hogy shotgunra, meg kalapácsra kaptunk, ugye? Emiatt a heavy armort ki tudjuk maxolni, mivel ugye az erőt, azt kiúztuk. Jó, oké, heavy armorunk max, nagyon jó védettségünk van, és ugye az erőnk az nyélen van. Viszont kellene nekünk egy olyan, hogyha közelharcra akarunk menni, elvileg van egy olyan, mindjárt mondom, hogy milyen, egy olyan, hadd nézzem meg, az találjon meg. Nem látom. Nem látja a Keeper? Igen, ez a Pain Tolerance, ami azt eredményezi, hogy HP loss, és 20% kevesebb esélyed van, hogy besztanolnak. Szóval ez mindenképpen kellene megint a közelharcra, meg amúgy mindenre, mert kevesebb HP-t vesztesz, meg még ráadásul nem stunolgatnak, ugye egyre nagyobb szinten, egyre kevesebb eséllyel stunolnak, és majd már 80%-kal kevesebb esélyben, hogy stunolnak. És HP loss izé. Viszont ehhez ugye ki kellene húznunk nekünk ezt az attribútort. Nézzük meg, hogy mi az, ami még azt nekünk jó lenne, hogyha ezt kihúzzuk, ugye. Ami leginkább, mi az a healing faktor? Ugye a healing faktorra egyet kéne rakni, arra biztos. A kardió se rossz. Tehát a kardiót azt kihúznánk. Mennyi kell neki? 7-es szintre kéne húzni. A healing faktor, az egy egyes raknék rá, akkor az egy pont, az mehet is rá. És akkor 7-esre ki kéne húzni ezt. Viszont, hogyha ezt kihúzzuk egyébként, akkor mit kapunk? Machine gunra kapok izajét. Igen, és ez a machine gunra ad, és ezt 7-esre ki kéne vekarnunk, gyerekek, akármennyire is fájdalmas. 7-es, jó. Oké. Kimegyünk a 7-esen, és így akkor ki tudjuk ezt nyílre húzni. Nem, 10-esre kellene, bazzer. 10-esre, jó, legyen egyelőre 4-esen, jó. Mert ott meg már akkor 10-es kellene, tehát ott már rengeteg pontot elköltünk. Itt el kellene költeni kapásból 2-t, 3-at. Hármat, tehát akkor itt már kellene 8 pontot költeni, azt nem akarom elkölteni. Jó, a kardió egyébként tök jó lenne, de egyelőre azt hagyjuk. Nézzünk vissza ide. A Skull Crusher, az tök jó volt egyébként, az nekem egy nagyon-nagyon jó volt, ugye heavy armorunk már kim van, a Pain Tolerance az 4-esen van, tehát jól bírjuk. A heavy armor meg a Pain Tolerance, az a kettő együtt, akkor elég jó defet ad. Ugye, elég jó defet ad. Healing faktornak köszönhetően folyamatosan healelődünk. Ilyenek, mint a Minor 69, meg ilyeneket egyelőre hanyagoljuk, meg ezeket. Az a lényeg, hogy most Combatra megyünk rá, ugye nem nagyon építkezünk. Igen, tudom Agility-ből is... Nem kell nekem. A Run and Gun az nem lenne rossz. Viszont, nekünk itt még kellene mindenképp a Skull Crusher-t kihúznunk, hogy ugye, hogyha meghamarodunk a Hammernél, és igazából szerintem megmaradunk a Hammernél, meg még majd a shotgunt fogjuk tovább húzni. Shotgun, igen.
Több damage. De egyelőre még nincs shotgununk, tehát akkor addig azt hagyjuk. Viszont annak köszönhetően, ugye, hogy ezt fölhúztuk, hetesre, ennek köszönhetően machine gunnal jobbak lettünk. Úgyhogy az jó, van machine gununk, ugye? De azt nem amiatt húztuk fel a machine gun miatt, hanem amúgy kellett. Jó, heavy armor maximum, és akkor a Skull Crushert kellene nekünk nyílre húzni, és akkor igazából elértük a maxját. Ez mi? Igen, látjátok, hogy teljesen külön ágak, az a baj, ugye ezt például az izére adna. A baseball ütőre. Jó, a Skull Crusher nyílen van, tehát maximum van a izénk, a hammer skillünk, ugye? Heavy armornak köszönhetően rohadtul védettek leszünk. A pain tolerance-nek köszönhetően nagyon jól bírjuk az ütéseket. Látjátok, hogy 20%-kal kevesebb HP-t vesztünk, és 80%-kal kevesebb esélyünk van arra, hogy bestanolnak. Az nagyon jó, mert ugye akkor lelassulsz, nem tudsz ütni, zúg a kép, minden. Amire még érdemes lenne rakni egyébként a cardio. Mert ugye, főleg, hogyha milig vagyunk, hogyha közelharciak, akkor elég sokat futunk. Úgyhogy, ez szerintem, ez egy-egy pontba került. Ez egy jó dolog. Még mindig van 9 pontunk. És tényleg itt most csak a combatra akarok kimenni, mert nagyon szar a combatünk. A pain tolerance-et egyébként, és izé, bazen, ha ezt kimaxolod, akkor nem is stunolnak. Akkor nincs esély, nulla esély van, hogy stunolnak. És HP-re 25%, de az a baj, hogy itt rengeteg skillpontot kellene elkölteni, ugye el kellene költeni egyet itt, meg ugye el kellene költeni itt 8-at. De viszont, hogyha itt töltünk, akkor machine gun még jobb lenne, de egyelőre lehet, hogy ezt nem. Van még 9 pontunk, basszus. Nézzük át tényleg, hogy mi az, amit érdemes lenne. Ő, hogyha maxoljuk, mit ad? Itt ízlet, ugye puskák, spírek, ilyeneket ad. Oké, did I. Rifle-vel, ugye puskával nagyobbat lősz. Ez nem érdekel, ez biztos, hogy nem érdekel. Ez abszolút nem érdekel, ugye aknákból származott sebzés, ilyenek, meg észreveszed. Animal track-ek nem érdekelnek, gyerekek, nem fogok elkölteni rá egy pontot, ez lehet, hogy sokaknak fájó. Figyeljetek, annyi kaján van, hogy szerintem erre nincs vagy szükségem. Penetration. Ez ilyen armor redukciót csökken, tehát így hogyha van armor az ellenfélen, akkor a tűzfegyvereid, és ha nyilazol, meg tűzfegyverekkel lősz, akkor 20%-kal csökkenti az armorját az ellenfélnek. Nem tudom egyébként milyen armorok vannak, milyen ellenfeleken. Hagyjuk egyet. Lucky Looter tök jó lenne. Csak az a baj, 5% loot bónuszt ad. Szerintem maxolod jó, de ez megint egy ilyen extrém sok, mivel ugye például az attribútorja az nincsen lószaron se. Ez meg megint nem érdekel. Figyeljetek, gyorsan végignézzük. Shotgununk még nincs, úgyhogy hagyjuk. Ez nem kell, Skull Crusher max. Packmull semmiképp nem kell, Master Chief nem rossz. Viszont valamit már rá is jöttem, hogy mire kell raknunk. Minor 69 nem érdekel, Modern Lord nem érdekel. Várja, Minor 69 ez esetleg... Ja, semmi olyat nem ad, jó. Cardiót ezt kifejlesztettük, rohadt jó. Pain Tolerance jó. Living on the Lair. Igen, ezt viszont kell. Ezt szerintem, ezt egy kettőre ki kellene. Azért, ezt egyébként, mert ugye ebből szerzem a kajámat. Ez meg triple, erre. Mert rakok rá, leszarom, ez tök jó, mert itt van a kis farmom, és akkor nem kell kajára gondolkodnom, így ugye megspórolom azt, hogy kell pakolnom arra, hogy észleljem ugye az ellenfeleket, meg igazából nem kell akkor szórakoznom ezzel a gyűjtögetéssel, hanem akkor ezzel megvagyunk a kajával. A parkör, run and gun és parkör, na itt vannak jó dolgok, csak az a baj, az attribútorja ugye ez marad egyesen valószínűleg,
mert ugye archery-t, gunslinger-t, meg ezt a mélyvágást, ezt nem fogom, nem akarom. Ezt nem akarom. A run and gun viszont rohadt jó. A medium armor nem érdekel, parkour jó. A run and gun és a parkour az érdekölne. Csak az a baj, van ilyen run and gun. Aha, gyorsabban ugye, hogyha reloadolsz, akkor gyorsabban futsz egyelőre egyébként. Nem sokat lövünk, úgyhogy a run and gunra fogunk próbál rakni, de viszont a parkour... Ez egyébként azt írtátok, hogy ez jó, nagyobbat ugorhatok, de szerintem ez nem ad nagyobb ugrást. De ez ad már, a második az ad. Itt még nem ad nagyobb ugrást, itt ad. Ez egyébként nem rossz, mert nem törik el a lábad, meg ilyeneket ott bazzá. Itt 2 méterre magasabbat ugrasz, így azért kevés lehet. Ez a parkour, ez nem rossz. Ez egy állat skill, gyerekek. Az intelligencián nézzük meg még mi van. Better barter, ez is egy jó dolog lehet a... Fú, bazza. Advanced Engineering. Lockpicking. A lockpicking! De mindenképp kell lockpick, ja. Drawing Adventure. Looter. Ezek egyébként annyira nem létszükségletek nekem. Ami érdekelhet, innen egyébként most egyelőre nem érdekel semmi. Tudom, hogy barter meg ilyenek azok tök állatok lennének. De egyelőre nem. Viszont az Agility-nél a parkour... De figyeljetek, az a baj, még nem ugrasz nagyobbat, csak itt fogsz nagyobbat ugrani. És az Agility 44-es szint kell, és nekünk 6 pontunk. Azért, hogy egy méterre nagyobbat ugorjak, azért most elkölteni ugye kapásból 4-et Agility-re, meg még akkor itt ezt is unlockolod, meg azt az előtte lévőt is, az megint minimum 2. Tehát akkor az 6 pont azért, hogy... 1 méterre magasabbra ugor. 1 méter. Hát nem tudom. Én nem vagyok azzal kibékülve. Meg igazából akkor teljesen hozzá kellene szoknod, hogy... Healing faktor... Ja. Viszont a cardio, igen, meg a pain tolerance-et, azt full ki tudnám maxolni még ebből talán, nem? Vagy mennyit számoltunk? Ja, 8-at számoltunk. Ugye 8 kell, az a baj, mert ide is kell, meg a 10-re ki kell hozni. Healing faktor, cardio... Ez megint nem érdekel. Huntsman nem biztos, hogy nem érdekel. Ezek nem érdekelnek. Nézzük meg itt mi van. Ja, hát izére, ugye a shotgunra arra kéne majd rakni, csak nincs shotgunom. De egyébként lehet, hogy lesz. A mai rész alatt. Mennyi idő van? 3:59. Na hát akkor mehetünk is. Akkor kimaxoltuk. Gyerekek, az a nagy probléma, hogy nem tudok jobb ilyet csinálni. Viszont ezt legalább meg kéne javítani ezeket. Megjavítjuk ezeket a weaponöket. Figyelj, én ezt megjavítom ezt is. Hadd legyen már jó akkor az is. És itt van egy másik... ja, jó, oké. Okay. Várjatok, kipakolok egy kicsit. Meg egy kicsit összeszedem magam, jó? Egy pillantás az egész, ezt visszük magunkkal. Jó, mit vigyünk magunkkal? Viszünk magunkkal lőszert, szerintem elég sok lőszert viszek magammal. Mert van egy tervem, hogy mit kellene csinálni. Na ugye, akkor amit kellene craftolnunk, csak nem tudunk craftolni, tudom, hogy kellene craftolnunk, el is mondom, hogy miket. Jó, itt meg közben egyébként olvasztom be, beraktam a izét, a leadöt. Ja, Clay-t beraktam, hogy tudjak... Ja, na, gyorsan elmondom. Ahhoz, hogy tudjak craftolni ilyen hammert, ugye tudnék már csinálni jót. 3-as szintű, jó, egyefene jó. De ugye forget steel-em nincsen, csak nem is tudom, valami nagyon kevés. 18, tehát 12 darab kellene. Oké, okay. Azzal az nem a legvidámabb. Viszont...
Armort se tudok craftolni sajnos, mivel az alkatrészekből ilyenen kellene, és ahhoz kellene az a kit, ugye, amiből van egyem. Ezelőtt írta basszus Zsolt. Zsolt írta? Igen, azt hiszem, hogy ő, te írtad, hogy kidobtam ilyet? Hogy ezért kukába dobtam? Vagy mi? Valamit írtál, hogy eldobtam. Egyébként itt is érdemes lenne megnézni ezeket a modokat. Shotgun... XP mód, az se lenne rossz. Ez mi ez? Ez mindjárt ki... Megnézem, hogy milyen izeik vannak modok. Van egy ilyen zsebmódom, nem fér bele? És ez micsoda? Magazin capacity. Jó, egyelőre akkor megnézzük ezt, mármint ebbe berakom, hogyha van helyünk, nem tudom melyiket rakjuk. Bipot mód. Aiming, hát figyeljetek, lehet, hogy inkább ez legyen. Meg megnézzük a ruciinkban, van-e hely, de szerintem a ruciinkban nincsen hely. Ebben nem tudok többet rakni. Ebben se tudok többet rakni. Ó, ide tudok rakni! Nagyon jó, oké. Okay. Akkor raktunk is, és akkor megint több slotunk van. Várjál, hogy nézzem meg. Azért, mi? Még mindig ennyi? Miért? 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 Kiloptam egy olyat, amelyik izé a megbe volt. Vagy nem tudom, bassza, most ebbe vele vagyok keveredve. Ez micsoda? Hát ez fasz tudja. Ezt lehet, hogy ezt fel kéne rakni radikálen mi. Csak az a baj, már nem fér semmi, sehova semmi. Mindjárt megnézzük. Ez mi ez? Oké, ez HP-t tölt. Degradation 25%-a. Figyelj, ez a degradációt kicseréljük erre, jó? Radikálen elvileg azt mondtátok, jó ez. És akkor ezeket meg visszaszórjuk. Nagyszerű, így fogunk neki indulni. Már megyünk kisgyerekek. Egyébként jó, lefele valószínűleg, hogy teljesen fölösleges lenne nekem. Ó, valamit még csinálok. Fú, bazzel, rengeteg dolgom van ám. A kalapácsom az hol az anyámba tűn, gyerekek? Te bazzel, volt egy kalapácsom. Gyerekek, a kalapácsom az hol tűnt? A sima kalapácsom, he? Ah, ez az upgrade-elő kalapácsom. LOL! Hova a francból van? Na jó, mindegy. Az upgrade-elő kalapácsom... Most én nem látom, bug vagyok? Bazza, nincs meg. Le kéne szedni, meg jó, már most maxra van húzva ez. Kellene ültetni, egyébként rájöttem, hogy krumplit kellene leginkább ültetni, mert azzal vannak problémáink. Egyébként mindent is ültettünk. Na nézzük itt a magokat. Az a baj, hogy krumpliból kevés van. Krumpliból kevés van. Csak az a baj, egy krumpli magom van, és az a gond, hogy krumpli magot, azt meg... Van még krumplim? Krumpli magot nem nagyon tudnék csinálni, csak egyet. Vagyjuk aztán lehet csinálok egy darab krumpli magot. Hogy akkor egyre több legyen, tudod. Mert különben az nem lesz jó, hogyha kevés lesz. Micsoda? Egy darab izén lett kávészidebb. Ezt a szídet nem nagyon adja, nem gyerekek? Vagy nem fasz tudja, bazz. Na mindegy. Nézzük meg, krumplit ültetek ide. Kettőt krumplit. Kettő krumplit tudok ültetni, úgyhogy cseszhetem. Ja, hát izé, kell szídet csinálnom. Mondjuk csináljunk egy... Ennyit. Hatot. Meg ebből is kellene szídet. Ebből csinálunk egy tizet. Aztán akkor legyen bőven. Igen, ezt meg úgyse fogom még elültetni. Ez maradjon. Jó. Nézzük a kávét. Ja, egy lyukát is mondtátok, hogy az is jó. Meg abból egyébként annyit tudok szedni, amennyit akarok, úgyhogy az se lenne rossz. Ja. Ültessük el a kukoricát is. Tök jó, mert tudom most már ezt a jó, tök jó kaját, csak egyébként krumplim nagyon nincsen, úgyhogy a krumpli magokkal majd valamit okoz a keeper. A magokat szórjuk be, a pia alapanyagokat megjöhet ide. Most egy kicsit összeszedettebb vagyok szerintem.
Ja, egy kicsit talán összeszedette, vagy van 26-6 ilyenem, úgyhogy meg berim is van, majd tudok ültetni, ha akarok, meg itt ez se kell. Ja nem, ez kaja alapanyagnak megy, bocsánat. Ez kaja alapanyag. Itt vannak ugye az alapanyagjai, csak a krumpli az kevés. Mert ugye, ha minden igaz, álljon, vegyünk magunkhoz vizet, mert ugye a víz is kell hozzá. És akkor, azt hiszem, hogy még mindig kevés, mert mi kevés? Ja, nem, semmi nincs nálam. Egyébként kár, hogy nem lehet úgy, hogy a... Na, egy ilyet tudok csinálni, ezt főzzem meg, akkor miért ne? Ja, látjátok, a krumpli az elfogy. Ja, ezt el akarom vinni, meg a vizet azt nem visszük el. Pia alapanyagnak számít a víz, mert igazából a készpia, az konkrétan a kávé lesz nálam. És meg be is verek egy kávét, és akkor el fogunk menni. Nagyon érdekes lesz. Mennyi skill pontunk van még, gyerekek? Van még 6. És azért tartom meg azt a 6-ot, mert lehet, hogy lesz sörétes fegyverünk. Igen. Igen, igen, lehet, hogy lesz sörétes fegyverünk. Ja, lefele így jövök. Várjátok, lőszert hoztam, mert eleget, ugye 5100, jó. Jó, oké. Igazából csak azt hoztuk, ami kell. El fogunk menni valahova. Sajnos nincs chemical station-öm, se nem tudok csinálni, képzeljétek, tudjátok mit? Bazen már megint itten topzódnak, hallod? A faszodat! És ez már megint egy sikítós? Hát vadulok meg komolyan! Megbolondulok be az a gyerekek ezektől. Szerintetek ez normális? Hogy itt ennyien rohangálnak ilyenek? Hát ez egy őrület. Jó, hát megjött az egész ide, banda. Sikítós őrület. Na, semmi gond, mert ide nem tudnak bejönni. Amit akartam... Inventory és... Azt kell figyelni, hogy nincsen nála az a tű. Meg nincsen nála steel. 12 kellene ebből, és akkor tudnánk csinálni legjobbat. Ilyet. És pont annyit tudok venni, beszarsz neki, hallod? Csak mert hogy ki kire jutott, bazza. Azt a bötyár! Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Csak egyre többen jönnek, ugye? Ez minden csak nem baráti, hallod? Jó, hát egy idő után szerintem lekopnak. Ez jó nagy ugrás van. Nem mondod itt is, bazze. Mi a fasz van, gyerekek, ezzel a játékkal? Egyébként érdemes megfigyelni, hogy majd tök jó lesz a... Tök jó fogja bírni a karakterem, szóval... Úristen, hallod, mennyi? Mennyi mi ez? Tudnék csinálni egy fullos, nem fullos, de hármas ugye, ilyen kalapácsot most. Azokat szerintem elkerül, azok ott akarnak beverni. Hát figyelj, allod egy kroat sokan vannak. Jézus Mária, mi van ott, gyerekek? Nem vett észre, jó, nem vesznek észre, talán. Imádkozzatok. Lehet, hogy el kéne csalnom menni egy kört a botorral. Azt a rohadt élet hallod, tudod mennyi van? Ezt el nem tudod hinni. Ja, itt van hátul egy létre, úgyhogy ott föl tudunk menni. Ja, ide raktam. Júj, lenes. Halljátok? Ezt most ne haragudjatok meg, de ez több, mint beteg. Hogy mi folyik itt gyöngyösöd, nem? De ezeket érdemes elkerülni, hát itt nekiállok itt hadakozni ilyen, ennyi darab ilyen kis köcsöggel, az nem lesz nekem nagyon jó. Jó, kraftolunk egy ilyen jó baltát. Ezt beteszem, az a biztos. Nem látok le szerintem. De ott topzódnak, még mindig ütik a bejáratot. Biztos örül neki a Trader Bob, hogy arra csaltam az egész bandát. Oké, Hammer kellene nekem steel, csak nem tudom, biztos valami horribilis sokáig fogja craftolni. 9 duct tape, fogadjunk, azt sincs egyébként. Rohadt életbe. Várjál. Pont kell egy.
De azt szerintem meg is csinálom a ducktape-nek az összeset, mert az kell. Mi az, ami kell hozzá? Még kellene fa, remélem van mindenünk. Van fa. Ja, meg az acél kell, ugye? Oké, okay, meg... Mi a fasz kell oda? Három darab? Három darab vaskalapács? Ne őrítsél meg. Erről nem volt szó. Hogy mi a fasz kell oda? Mi az? Jó, alkatrész! Jó, mondom, mi kell oda? Nem láttam. Oké, okay, gyerekek. Szia, Hammer. És akkor miért nem akar? Vagy mi van? Mi van? Megvan mindenem. He. Ja, mert itt kell csinálni. Ocsi! Két percet megcsinálni, semmi gond, gyerekek. Legalább addig elhúznak azok a köcsögök. Jó, ki is rakom ám a maradék cuccot, mert nekem nem kell. Modok nincsenek. A modokat meg átpakoljuk gyorsan. Szelves craft. Szelvetlen craft. Ez jó nekem, hogy így elrendezem, mert különben olyan szinten belebogyolódnék, mint a szar. És akkor fa. Jó. Meg tudjátok, mit akartam még vinni? És azt viszem is. Ezt. Viszünk egy ilyet is, mert az is jó lenne, hogyha lenne. Meg ebből. Ezt így rendezzük el. Oké. Okay. Na gyerekek. Szuper, szuper, szuper. Mindjárt meg lesz a kalapácsunk. Itt meg ugye elvileg, még 11 másodperc meg lesz a kajánk, meg itt akkor mi újság? Ezt kikapcsoljuk, és akkor pia alapanyagba fogom rakni, mert igazából úgyis kávézunk. Meg innen is átrakom, és de tényleg csak a készek legyenek. Oké. Okay. Meg ez is kész, ezt el is viszem, egy szlotot foglal, teljesen lényegtelen. Na. Turn off. Ezt nem lehet megcsinálni, hogy off-olja a labba. Mennyi perc? 1 perc 19. Addig annyit csinálok, hogy ebből minden modot kiszedek. Oké. Okay. Egyébként ilyet még kell gyártanom a hordára, mert nem érnek el odáig, és akkor még lerakok. Legalább még jó lenne 4. De a 2 a minimum. Na a gyerekek, akkor ezt le is scrapeltem szerintem. És ebből lesz egy darab ilyen alapanyag. Jó, oké. Okay. Remélem, hogy jól osztottam, mert remélem mindenki elégedett. Hát szerintem ez így egész jó lesz. Főleg, hogyha már 3-as acélhammerrel leszek, ugye 6-os lesz a max. Meg valami faszán szétmondolva. Azt akkor azért ugye az baráti lesz. Meg ezt shotgunra fogunk rávenni, ugye azért is kellett ez az ág. Én úgy gondolom, hogy ez nem lesz rossz. Miért azt nézem meg? Várja, itt. Smelting van, buzzer. Ezt, amire beizéli, pakolja, hallod. Az jó lesz. Mert nem is lesz, de erre valószínűleg lesz. Na, 17 másodperc, azt húzunk ám, mint a vadlibák. Le akarok menni oda, a havas részre. Ott van esély arra, hogy, ugye az egy fegyvertréder. Ott van esély arra, hogy vannak jó fegyverek, és shotgunt kellene venni. Tudom, hogy nem sok pénzünk van, de próbálunk majd valamit okozni. Nézzük meg már, egyébként hova tűnt a kalapácsom, azt ne kérdezzétek. Nézzük már, hogy ezek mennyit érnek, vagy mi mennyit ér. Mert igazából ezeket foghatnám, azt eladhatnám a patchbe. De ezek meg tipikus olyan, hogy majd kelleni fog, nem? Ez 4-et ér, vépörök esetleg, ez mennyit ér? 167-et, 121-et, 120-at, 100-at. Hát figyeljetek, ezt elviszem ezt a pár... Meg nézzünk olyanokat, amiket eladok. Hát figyeljetek, tudja, hogy nem fogom használni. Low level, szétszedem, tudom, hogy lehet, hogy jó lenne. Ezt is elviszem. Raider Armor, arra fogunk rámenni egyébként. Ezt így még hozzáteszem. Eladó cuccok, hát ebből fogok meg az... Mondjuk 160-at ér. Modok közül van-e olyan, amelyik ilyen sok van? Bunker Buster. Ez például, amiből 2 van, az nem nagyon érdekel engem. Meg ebből is azt hiszem benn van az ásomba, szóval nem érdekel. De nincs az ásomba, bazz. Mi ez? Dirtet ad. Figyelj, akkor ezt már csináljuk, modizzuk meg. A dirtösre. Oké. Okay. Pillantás. Hol van egy... Ja, oké. Okay. Semmi gond, semmi gond. Amiből sok van, azokat figyeljetek, adjuk el a picsába. Jó.
Ezeket meghagyom. Hát ezt nem fogom használni most arra, meg például rájöttem. Mondjuk ebből a shotgunból, amiből ugye van három egyforma, nem érdekel. Azt hiszem ugyanolyat nem lehet felrakni. Ilyen se kell ilyen mód, mert nem fogok pengézni. Hát ezek egyébként ezek a attribútor módosítások, ezek lehet, hogy tök jók. Cold resistet adó szar nem érdekel. Mert úgyhogy ezeket meghagyjuk, ebből meg megint van kettő. Jó, hát ezeket eladjuk, ezeket meg mindjárt bepakoljuk. Oké, már csináljuk is, ám gyerekek, ne aggódjatok. Modi? Nem tudom be, de így is be lehet, jó. Oké, figyeljetek, ez, elmondom neked. 152-t sebez. Hát nem hiszem el, hogy ez nem fogja leverni őket, mint a szart. Úgyhogy akkor ebbe gondolkozzunk. Eladunk mindent. Lehet, hogy akkor már a havas tradernek fogjuk eladni. És akkor legalább kipróbáljuk, hogy mi a szituáció. Nem hagytam magamnál semmit, ami nem kell. Nagyon nem, ugye? Nem. Oké. Hát reméljük leírunk, nem fog ránk rohanni egy rakat zombi. Figyeljetek, ígyunk egyet, hogy legalább staminánk legyen. Meg akkor megeszek egy ilyet is, azt akkor kurva sok staminánk lesz. Stamina regünk. Létrán kellett volna lemenni ott, azért jobban. Kevésbé szorulok be. Talán eltűntek. Ilyenkor egyébként nem futok, nem sprintelek. Jó, elhúztak a picsába. Bazza! Viszont, hogyha elmentek, akkor lehet, hogy eladom itt a dolgokat. Egy royal egyébként, hogy be kell tenni az ajtót, mert izé van. Kaza a zombi itt futkorászik. Na, inventory-t szeretnénk. Ötös puska lehet, hogy jó, de ilyen egylövetű szar, tudod. Mi az? Nem akarja megvenni. Nem érdekli az item, hogy a szemed álljon meg. Jó, már lett 1500-unk, úgyhogy jó van. Digri dog. Megyünk biciklivel, van stamina reget adó kaján fiánk, úgyhogy tudunk azzal tekerni, gyorsabbak nem vagyunk. Írta egyébként Nigrus kaja, hogy azért jó, mert lehet egyébként modolni a járműveket. Szóval az egy jó dolog benne. Szóval ne felejtsem el, hogy morolni lehet őket. Vannak külön jár... Az, ez kidobta valahogy. Azt hittem, így le lehet rakni. Na, irány darány gyerekek. Ott csinálunk küldetést, és megpróbálunk weaponbeni. Bazza, itt megnézhettem volna azért a weapont. Bár ez ugye valószínű, hogy kevesebb esélye van. De azért ránézek. Bocsánat, bocsánat, hogy itt a rohangálás van. Rá kéne nézni, hogy nincs-e. De shotgun, csak a shotgun. A többinek nincs értelme megvennem. Inventory, bocs, már harmadszor tudom. Ilyen csak shotgun ammo van. És ezért nincsen mi armor. Armor. Raider armor. Egy Raider Glove, ez van arma, de az jó drága, úgyhogy ezt felejtsük el. Nem az az elsődleges direktíva. Viszont ugye tök jó lenne, hogyha meg lenne a Raider armoromból minden, ami nagyon távol áll még tőlünk. Mivel? Egy pillanat gyerekek, mert ezt vekkölj előre meccseim, mert a világomat nem tudom, hogy merre kell menni. Ugye Raider armor ad set effectet. Tehát, hogyha kimaxolom, vagy meg minden egy részét megszerzem, akkor ugye kapok ilyen set bónuszt, ami nagyon jó. Egy ilyen konstans effekt, gyakorlatilag olyan, mint egy buff lenne. Úgyhogy az kéne. Ja, hát így érdemes biciklizni, ha már biciklizni. Azért jöttünk biciklivel egyébként, tudjátok, mert nincsen sajnos üzeg. Nincsen sajnos üzemanyagunk, ugye azt is kellene gyártani. Van egyébként olajpalánk,
Csak ahhoz Chemical Station kell, és anélkül nem nagyon fogunk tudni. Ja, egy kicsit úgy érzem, hogy megmondom őszintén, az előző részben, meg az előtte lévő részben is rohadt fáradt voltam. Most tök jó, mert hétvége van, aztán nem munka után veszem fel a részt. Sokkal inkább pihentebbnek érzem is magam, leginkább szellemileg. Elég furcsa ezt mondani, mert gyakorlatilag fizikai munkát végzek a munkáján, de aztán elméletileg fizikai munkát végzek, de aztán gyakorlatilag nem, mert hát hogy mondjam, én ugye CNC marógépekkel dolgozok, azért mondom, mert igazából kettőn, és ugye én írom rá progikat, és így azon, nem is fizikai munka, leginkább fizikai, mert ugye a produktumot állítok elő, gyakorlatilag fizikai produktumot, de hogy mondjam, kicsit lassítok, aztán nézzel, majd mindjárt rátekerek, csak fogyasztam én ám. Ugye, hát úgy kell ezt elképzelni, hogy konkrétan megírom a programot, elindítom a gépet, az megcsinálja a munkadarabot, akár lehet, hogy percekig, vagy van, hogy mit tudom én, negyed órán keresztül, és addig mit tudom, írok egy másik programot, szóval inkább ilyen stressz, olyan szinten stressz, hogy ugye precízen kell megírni a programokat, különben izé van, különben szétmarad, még a gépet is, saját magát is tudod, azt nem nagyon lehet így hibázni. Aztán emiatt, hogy mondjam, emiatt tökélet tudok fáradni így szellemileg estére. Ezt elért, hogyha ilyen hétvége van, akkor úgy jó. Én saját magamon érzem, hogy sokkal összeszedettebb vagyok. Még az is vicces, hogy így akkor szerintem az embernek a szókincse is egyel megnő. Jaj, hiszen benzin, mindig elfelejtem, hogy tudnék szerint. Hova tűnt a kalapácsom, gyerekek? Arról beszéljük. Mert az fogalmam sincs, hogy ez hova tűnt. Ja, és hogyha lesz shotgun itt, akkor mindenképpen addig fogunk itt farmolni, ameddig nem találunk. Ugye visszamehetünk tírbe, tehát nem muszáj nekünk az 5-ös meg a 4-es tírű questeket csinálni. Inkább azt csináljuk, hogy vissza fogunk menni, aztán akkor egy kisebbeket csinálunk. Az is elég jó XP-t ad, meg elég jó loot stage-e van ennek a helynek. Emiatt lehet, hogy az érdemesebb azt csinálni, figyeljétek ezt, van egy érzésem, hogy ebben egy jó út lesz a faszt. Ja, ugye jó lustrizsünk van már, úgyhogy esélyes, hogy kapunk jó utakat, meg mit tudom én, jó cuccokat. Ja, hát valamit kell okoznunk, gyerekek, mert nem vagyunk túl ügyesek, nem vagyunk túl progresszívek. Kellene egy full Raider Armor, kellene nekem egy 6-os Hammer, meg kellene nekem egy minimum egy pump action shotgun, aztán akkor így jók vagyunk, mert már nagyon nem vagyunk jók. Nagyjából kb. Ugyanúgy osztottam el a pontokat, ugye? Nagyjából. Viszont ugye maradtak pontok, ugye ilyen minor skillekre, meg ilyen craft skillekre egyelőre nem raktunk, meg igazából most nem is fontos, mert építkezni nagyon nem fogunk. Nem baj, hogyha lassabban ások, meg ilyen hülyeségek, mert igazából ez most nem prioritás nekem. Jó. No probléma, gyerekek, megyünk mind az őrüttek, az a baj... hogy a szemed álljon meg. Az a baj, rohadt messze van. Ja, ilyen lyukka italt lehet, hogy érdemes lenne egyébként farmolgatnom, mert az is egész jó. Nem tudom, hogy a kávé vagy a lyukka jobb-e, majd meg kellene nézni, mert igazából soha nem nézem meg ezeket. Meg egyébként azt hiszem, hogy a kraftolás, mert nem tudod megnézni, hanem csak amikor a kész termék van, akkor mutatja a statjait, nem? Az úgy annyira nem baráti. Bazza, ez jó messze van. Tudom, gyerekek, de ugye... ez egy fegyverkereskedő, és a fegyverkereskedőnél, ennél a csávónál nagyobb eséllyel lehet jó weapon. Meg még ráadásul egyébként vannak olyan buffok, amivel ugye tudod a kereskedést végkimenetelét jobbá tenni, úgymond, fú, hogy mondjam ezt el, gyerekek, nagyobb eséllyel, figyeljetek egyébként, ez lehet, hogy érdemes lenne arra kerülni, mert ugye arra mentünk ezelőtt, vagy néztük ezelőtt, hogy itt ezt a hegyet megterülöd, akkor ott már ott vagy, és akkor nem kéne itt a hegyeken átcsalingálni, lehet, hogy jobban járnánk. De az durva, hogy egyébként ezeket a sikítós zombikat, ezeket a milyeneket, ezeket a zöld sikítós zombikat így spawnolja, és a zöld sikítós zombik azok zöld zombikat spawnolnak. Az úgy, megmondom őszintén, ez elég unfair, mert nem tudod hirtelen leverni, amikor láttátok az elem is, mi volt egy ilyen
nem tudom, 10-15 zombi ott ütötte a falat, abból legalább volt egy 5-6, amelyik ilyen rari volt, aztán azok eléggé oda tudnak neked csapni. Figyeljetek, egyébként azért is Ferike folyamatosan próbál lebeszélni arról, hogy milliágon legyek, meg hát Tize is próbál lebeszélni, Norvég is például szokott írni, hogy hát ez a milliág az elég kemény ám. De nekem egyébként bejön, meg ugye nagyon sok dolgot nem veszítettünk, hogy milliágon vagyunk, mármint mire kellett pakolni, milyen mennyi pontot veszítettünk. Belegondoltok, gyakorlatilag ezt a Hammert kihúztuk, ennyit veszítettük, mert amúgy is ki kellett volna az erőt húzni a izé miatt. Minek nevezik? Amúgy is ki kellett volna húzni az erőt a Heavy Armor miatt, meg a Shotgun miatt. Érted? Hogy a Heavy Armor, vagy az erő az mindenképpen kihúzásra kerül, mert kell a Shotgun, meg kell a Heavy Armor. És ha már egyszer kihúzod ezt az erőt, ugye, akkor konkrétan csak arra vesztegetsz pontot pluszba, hogy 5-re fölhúzod ezt a Hammer ágat. Tehát nem vesztesz sok skill pontod vele. Érted? Értitek, remélem, hogy mire gondolok, hogy igazából nem egy plusz veszt, nem egy hatalmas veszteség. Kicsit ilyen izé feelingem most. Red Dead Redemption 2, figyeljetek, ott egy lovaskocsi. Oké! Na, 1,6 kilométeres, de lehet, hogy éjszaka is ott fogunk maradni. Az a lényeg, hogy egy kicsit fel kéne pimpelnünk magunkat. Hát ezt a tyúkot lelőrébb az. Jó, de. És hova esett? Egyébként mindig elrögök, azt sose tudom, hogy hova esnek. Jó. Kell akkor a gyerekek. Ja, írtatok, hogy ezek a keselyük akkor támadnak, hogyha valami vérzésem vagy betegségem van. Úgyhogy alapban nem, de egyébként tök durva ez. Az mekkora szivatás, hogy pont akkor támadnak. Nem akkor, amikor egészséges, vagy amúgy is idegesítőek, egészségesen is idegesítőek lennének, de ráadásul akkor támad be, amikor izé van, amikor amúgy is szar állapotban vagy. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon cuki. Nagyon cuki dolog. Jaj, azt a betyárát, ezt elbicikliztem tényleg a lába közt, vagy a hóna alatt a néninek. A nyénye az majdnem izé, a gyerekek, látjátok, ott van 3 darab izé ilyen valami. Ez mi? Ez katonai base. Nem, ez ilyen watchtower-szerű. Mindjárt megnézem. Ezeket a neveik érdekesek nekem. Na, nem mondod meg? Ranger Station. Golf. Az igen. Golf 1 vagy 2. Fuck yeah! Jól van, én figyeljetek, bízunk benne. Ja, Ferike írta, hogy ne parázzak annyit. Egyébként nem parázás volt ám az előző részben, hanem elkezdi rendesen zihálsz, annyira félsz. De egyébként tényleg nem az, nem a para, hanem az, hogy próbáltam azt, hogy ne dögöljek meg. Mert ugye egy az, hogy ciki is. Hát ezeket aztán érdemes sorcolnom. Majd csinálunk a trader-nél, vagy figyeljetek, eladunk mindent? Nem, inkább csinálunk a trader-nél valami ládát, azt oda lepakolunk, csak az abban innen elordani dolgokat. Nagyon nem érdemes, ugye. Ja, arra figyeljek, basszus, hogy azt a mi az, cérna készlet, vagy mi a szar, varó készletet, azt mindenképpen rakjuk el, mert alélkül nem fogok soha büdös életbe csinálni Raider armorokat, meg igazából semmi armor, mert ilyen armor, tudja tököm milyen kit kell hozzá, ahhoz meg kell, az elég érdekes. Jó, van, oké, elhiszem, összetett kraftolás meg minden, de hát az azért szemük álljon meg. Na! Jól van, egy tök jó céltudatos vagyok, annak ellenére, hogy eléggé, nagy céljaik vannak itt. Az a baj, ezek a rovat autókat egyszerűen nem tudsz elvenni mellette, hogy ne nézd meg. Ugye tudom egyébként, hogyha a lootra is rakná, akkor ugye gyorsabban is. Ó, ez viszont, hát ez nagyon jó volt, gyerekek. Lehet, hogy az úton fogok menni, azt az autókat megnézem. Az autóknál azért eléggé változatos lootolás van. Az a baj, hogy 5% bónuszt ad ugye az a szarizé. Az a lootos skill, ez ki van égve. Még elkaptam épp a biciklit. Táska? Egyszerűen nem bírom ki, hogy ne nézzem meg őket. Napszemcsi, bazz, hallod? Bartering 8%. Na, ez pont nekünk jó lesz, föl kell kapni a napszemcsit, amikor üzletelünk. Az tök jó! Gyárekek, van egy napszemcsink.
Bartering 8%. 8%? Gondolom akkor jobb cuccokat is, de elvileg a bartering skill az a szerben csak azt adja, hogy olcsóbbat üzletelsz, meg minden, hanem hogy jobb cuccok is lehetnek a tradernél. Na mindjárt itt is vagyunk, úgyhogy nagyon fasz az egész. Remélem ez a vas ruha ez nem fog ránk fagyni. Hát azt az autót még megnézem egyébként ennek a... Hű, bazd, mi van ott? Farkas koma. Ó, nagyon fasza. A husika kell, gyerekek, a husika. Egyébként ezt a időt nem tudom, ezt a szögbe levőt mi a francnak hordom, amikor úgyse építkezek. Ja, meg mondtátok, hogy ezeket én verjem szét mindig, mert ebben ezek jók, hogyha vannak. Ezt még gyors kilutoljuk, meg azt a rózsaszín autót, jó? Ja, ha egyszer itt elvegyük mellette, olaj. Mire jó az olaj, bazen? Izébe kell keveréket kell belőle csinálni, vagy mi? Mennyi autó, basszad meg! Bocs, egyébként csúnyán beszélek, de szerintem egyébként ezt a sorozatot úgyis talán egy kicsit, hogy mondjam, nem a fiatalabb generation nézi, hanem szerintem inkább az idősebbek, így talán egy picivel megengedettebb az, hogy... Egyébként Nagy Attilát láttam, hogy kérdezte, vagyis válaszoltam is neki, hogy hát egy billentyű kombinációra volt kíváncsi, írtam is neki a kommentekbe. Játszasz vele, Attila? Bazd, másfeles nehézség a Snow. De jó, ez tök jó. Bírom. Itt lehetnek medvék, úgyhogy arra vigyázni kellene. Mert azok valószínűleg szétkapnak mind a szart. Ó, javítókészlet, van itt minden mind a búcsúba. A biciklibe kipakolunk majd, aztán jó lesz. Jó lesz ez nekünk. Na nézzük meg, hogy mit tudunk itt vásárolni. És küldetéseket itt kellene csinálni, akármennyire is nehéz, esetleg visszamegyünk tírbe. Áll meg, oké. Figyelj, kipakolok a beceklébe az olyan dolgokat, amik abszolút biztos, hogy nem kell, ez pont kell. Oké. És akkor meg az a baj, hogy már megint szarrá vagyunk terhelve. Kellene csinálnunk majd egy ládit. Na, nézzük, hogy mi van itt. Nézzük meg. Dír. Inventory, testvérem, az arra vagyok kíváncsi, de rohadtul. Baze, és nincs nála halott. Jó vagyok, várja. És hogyha ilyenkor felveszem ezt a napszemcsét. Vízvel, és akkor mi annyi vagyok, hogy jobb lesz, nem lesz több inventoryba cucca? Te figyelj, de arra nézve, ennyi vett, hogy cucca lett, hallod? Ez nagyon lol. Több cucca lett, figyeled? Ezt leveszem ezt a izét, mindjárt. Beütött egy sart. Nem, ugyanaz. Ezt most nem értem. Vagy én nem vettem észre az előbb. Ja, mert ki volt választva a fegyver. Aha. Level action. Viszont egy ilyen level action, csak pont ugye nem erre vagyok optimalizálva, mert ez a rifle. A rohadt életben. 44-es magnum, meg van egy csomó minden. Csak az nincs, ami nekem kellene. De viszont nézzük meg a rai. Nincs egy Raider Armor. Ne. Ezt komolyan mondom, hogy semmi nincs nálad, bazze. Hát a szemed álljon meg komolyan, eléri le biciklisztel ide. Akkor adjál már valami munkát. Hányosak? Ezek négyesek? Van egy clear. Nézzük meg az előző tírt. Clear zombies. Clear ear. Ez jó lesz, hármas. Figyeljetek, csináljunk küldetéseket, aztán termeljünk akkor legalább pénzt, meg akkor... Nincs nála, bazze, egy rohadt shotgun. Hallod, meg egy semmi, bazze. Ez a trader, ez egy körülbelül semmit nem értem, én azt hittem, hogy ez jó lesz. Komolyan mondom, én azt hittem, hogy itt megfogtuk az Isten lábát erre, meg... Ez egy akkora randomitás, meg akkora hülyeség. Jó, nem réjog. Nem réjog, gyerekek, nem réjog, de ez tényleg valahol egy kicsit ér. A tököm ki van féle érzést generál bennem. Ja, egyébként ez egy nehéz rész, ugye? Mármint ez egy nehéz bajom. Mi van?
Hallod? 3, jó, mert ugye default 3. Álljunk meg. Default 3, csak ugye... Még hozzáadom, oda jött egy könyvesbolt, viszont az jó lehet. Itt bazza itt a loot. Elmondom nektek, itt a loot. Ordíts el legközelebb testvérem, hát a szívrólmot hozod rám, öcsém. Itt a loot, a legszarabb kocsiból is bazza jobb. Ennek sokkal jobb a loot stage-e. Ott egy shotgun messias. Na bazze, halljátok, nem küldizünk. A fegyverboltot kiraboljuk bazze. Na mi a köcsör vagy? Hallod, mik vannak itt? Kiraboljuk, oda néz a zombi dobja a lootot. Hallod? Figyelj, kaja meg minden is van. Á, itt ez valahogy is, ez aranybánya ez a hely. Ó, ott van egy... gyerekek, figyeljetek, tudod mit fogok csinálni? Mindjárt nekiállok én inkább itt azért. És figyelj ezt, fenyverboltot feltétlen. Az alap. És ez egy, nem is nehéz, ez csak egy egyes. Halljátok, itt tényleg nagyon brutál a loot. Hát itt most egy darab szar volt be, ott egy rendőrautó. Egyébként tudjátok, hogy lehetne megmókolni a rendőrautót? Hogy levered teljesen, meglövöd messziről, bekapcsol a riasztó. Azt akkor akkor mész be. Vagy akkor onnan leszeded őket, vagy valami. Na figyeljetek, kemények leszünk, mint a Rambo 3. Megnézek valamit. Ez bartering, na figyelj, ez egyébként tök jó. Mert barteringet ad. És lehet, hogy még azt is rá kellene küldeni. Ha üzletelünk, akkor azt érdemes. Na, gyertek elő testvéreim az úrból. Mindjárt nyakomba esnek, figyelj, ott fönt tuti, hogy ott lapuldak. De egyébként itt nem sok minden van. Gyere, gyere testvére, ott van. Te szolgálsz ki? Nem rossz ez a izajám, nem rossz ez a fegyó. Ez bírta. Na, itt legyen egy jó shotgun. Egyes így, az... Köszönöm szépen. Az rendesen óckorok tőle, hogy fölvegyem ezeket. Na, itt megint. Senki? Ez nem egy erős hely. Figyelj, ilyen hópot azt nem fogok termeszteni, úgyhogy az... Mondjuk a kettő csonton sem megyek el bucsuba. Bucsuba. Tele vagyunk szar cuccokkal, megmondom őszintén. Meg itt szerintem nem lesz semmi, konkrétan. Egyszerűen nem látok egy rohadt dolgot sem. Az a baj, tele vagyunk ilyen egy darabos dolgokkal, cuccokkal, és az a pont az, hogy csak az inventorimat telítem el. De hát itt nincs semmi, hallod. Ó, whatever lett. Talán ott lesz. Valami fölút, biztos van. Gyertek, gyertek, légy szíves. Nem érek rá. Fight. Fight? Ez egy fight volt, és ő neki meg fight. Micsoda poén volt. Múltkor olvastam, hogy ilyen pszichikai probléma az, hogyha valaki folyton. Nem vazza ezt, amire kiverem. Ezt nem fogom kiverni, mert most például ráadásul minor skill-em is le van durranva nullára. Na hol van egy loot vagy valami? Sehol? Hát komolyan mondom. Nem vagyok vidám. Ráadásul... Szemed álljon meg! Ráadásul nem hoztam egy darab izé blokkot se. És mindig azt nem hozok be azzal, ami kellene. Mondjuk oda fel kell menni. De miért nem? Pont egy rohadt blokkot nem hoz a hülye, pont akkor, amikor kellene, máskor mindig hozok.
Eléjön magam komolyan néha. És megint egy darab blokkért üssel szét itt a dolgok ebbe az. Leesett a mikro a földre. Hűha! Megjöttek a izék. Deli petiék. Oké. Okay. Na, csináljunk building blokkot, bazze. Komolyan mondom. Áh, gyerekek, hogy én nekem mindig olyan szerencsém van, bazze, hogy pont azt nem mondok soha, amit kellene. Ez tök brutál. Nem tudom azt, hogy sikerül megcsinálnom. Na, itt valami lesz. Valami legyen már, basszus. Valami cucc kell nekem. Ott van, annyi lesz, hallod, annyi lesz a cucc. És ebben meg semmi nem lesz. Ah, franc essen bele, inkább csináltam volna a küldetést. Még hogy jó a loot. Csináljuk a küldetést, gyerekek. Nem hiszem el, egy volt. De tuti vagyok, bazze. Réjjok mindjárt. Na jó, menjünk a küldetésre rá. Hát ez több volt, mint ilyen szar. Azt hittem megfogjuk az Isten lábát, ott egy könyves volt, ezeket fazza, neki sem állok inkább, komolyan mondom. Na nézzük ezt a izét, milyen oskola vagy oda. Ezt a keményen, jó? Nem fostosan. Nem keményen. Gyere bazza, gyere! Brutality. Gyere baby! Ó, olyan régen láttalak téged, testvérem. Cica-bica. Ó, kettő cica-bica. Bugyelláris villantó bandája. Rendesen félvel útolok, mert mindig semmi jó nincsen, csak trash. Csak a trash, és meg is van a cucc, gyerekek. Mehetnék vissza. Kemény volt a hely. Tele van ilyen óra nénivel szerintem, ez egy óra. Szexi óra délig vadat. Meg nem szexi óra bácsik. Jó, ha figyeljetek, a könyv az mindig jó jön. Ezt felvettük, ugye? Talán. Szerintem van egy ilyen csúszómászó, az itt rúgja a port nyugtalankodik. Bír. Fight me. Egy picit, mint hogyha lassabban ütték, mint eddig. Nem valamit nem felejtettünk el? Valamilyen skillt. Amelyik, mit tudom, attack speedet növel. Ott meg a retikülje van az izének a overlady-nek. Szerintem itt ezt erővel megoldjuk. Igen, nem volt a leg... és az iskola orvost is meg... ...csináltuk. Tudnám ki pörög, meg mikor, meg mi ez a sok hörgés. Hú, de nem vagyok boldog, gyerekek, esküszölve egy ilyen, nem tudom, egy ilyen... ...melankólia jött rá, vagy de megint nem jött össze az a dolog, amit szerettünk volna. És tényleg ilyenkor így elvesztem a hitemet, hogy oda nem mennyi kacat bazze, hogy a rossz sebbe vette meg. Jó, hát figyeljetek, lehet, hogy vissza is fogok menni. Arra lehet, ott is van egy ilyen kar. Karabara? Hát figyeljetek, ezt kiütöm. Nem vagyok jó, nem vagyok boldog, tényleg. Most ezt lehet, hogy észreveszitek ilyenkor, lehangolódok, hogy...
Übegy zombidek. Szét vagyunk izélve. Ja, az tükröződött. De mi a fasz? Szét vagyunk terhelődve. Minden ajtót úgy ütök ki. Szerintem egyébként visszafele megyek ebbe a egészbe. Rossz irányba. Hát, másra sincs szüksége ebbennek. De nézd meg a izét, HP-vat, 2 trába eltaradi. Ezt fel sem vettünk, gyerekek, úgyhogy amúgy nem olyan rossz ez dolog. De most semmit nem tudsz fölvenni, rövelj. Ez egy kicsit erős. Jó, hát figyeljetek, én megyek is, szerintem leadom. Itt nem itt fogjuk megváltani a világot. Néhány könyvünk van, meg egy-két ilyen apróság. Ami még hasznos, hogy körülnézzünk, azért ezek a könyvek, ezek hasznos dolgok tudnak lenni. Mit akartam? Ja. Klot fragment, van a táskát szédveled és klot fragmentet kap. Ó, mennyi. Ó, itt van a főút. Jó, van, érdemes volt akkor. És itt vannak a komák is. Hallod, egy ütéssel levertem a izét. Azt a nagy motoros csávót. De ez meg mit csinál? Nem mondom nektek, alig sebződök, ugye, pedig nincs meg a heavy armorom még. Tényleg nagyon durva, mármint így tök jó el lehet lenni. Egy kicsit full az ába nyomom, fullba nyomom a kretént. Azt akarom mondani, hogy nincs sebződésünk. Fölraktuk ugye a pain tolerance-t. Ó, gyerekek, figyeljetek, egy kicsit itt izé lesz. Nem tudom, itt... Próbáljunk meg scrapelni, vagy valamit csináljuk. Meg egy darab ilyen zsírokat, meg ilyen hülyeségeket hadd ne vigyek már, nem? Igyunk egy ilyet. Tele vagyunk szeméttel. Ó, egy ilyet kaptam. Ennek örülök a legjobban lassan már. Ezt meg megint nem tudom kinyitni. Jó, cementort marad. Marék cementet nem viszünk. Ezek a legjobb dolgok. Jó, azt megyünk is, nem? Csináljuk a küldetéseket. Ha imádkozunk, hogy talán egyszer megtörik a jég és kapunk valami jó dolgot. Ezt itt meg se néztem. Jó, megtanultuk, nem cipelem. Annyit meg kellene nézni, hogy ebben remet tudok valamit rakni, nincs-e ugyanaz. Ó, de volt pár dolog. Hát figyeljetek, lehet, hogy az lesz, hogy adom el a dolgokat majd a tradernél. Visszamegyünk aztán. Lehet, hogy beküldök egy olyan piát, vagy egy ilyen kaját, nem is tudom mi az. Megnézzük. Várjál ma. Ez nincsen meg minden, még ki kell pucoldom. És ez még belefér? Még nem félelt be ez a quest? A picsával nem néztem. Nem, jó, oké, hát akkor ki kell pucolni, de nem baj. Jó! Az a baj, ilyenkor mindig így az egy kijárat, nem le van szarva. Mindig így elszontyolodok, aztán emiatt így az van, hogy nem vagyok happy, és így szamarkás vagyok. Ja, ki kell pucoldam meg, úgyhogy gyorsan ki kéne puckózni. Kint az udvaron sem voltunk meg. Valószínű, hogy itt is vannak még. Az a mi volt ez? Kutya hang?
Fuck yeah! Radi body! Együttéssel nagyobb verem a Radit, ne vicceljél! Honnan a tökömből jönnek? Jó, nem is együttése kettő. Meg nem nagyon sebezdek, az nagyobb boldogító. Csőbe gyerekek, nem mentek be? Ez milyen? Minor. Azt hiszem olyanom van, úgyhogy az... Ez nem baráti. Van egy minorünk. Jó, 3-as, de az meg 4-es, tudom, de egyébként leszkrepelhetném, csak nincs helyünk, úgyhogy egy csomó minden. Képernek nagy bajai vannak. Ugye, a rosszabb nem ette meg az ilyen egy darab csúzli alkatrészeket, meg ilyen hülyeségeket. Glue, minden egyébként tök kéne. Mondjuk lyukkabag, az biztos nem, beri mag, ott rohadjál meg, ott rohadjál meg. Jó. Na, pucoljuk ki rendesen. Föl lehet mászni lol. Aha. Itt jönnek a madárkák, tuti. Ú, menjen bazze. Ja, lassabban ütök. Valami történt ez a gyerekek. Szerintem valami történt velünk. Aha, ott még mutatja, hogy ott még van. Valamit nem raktam el, valamit nem osztotta el valamilyen skillt. Tuti. Száz százalék. Kurvára harcolunk. Le van amortizálódva az árborom, de egyébként valószínűleg alig sebződök. Cool, nagyon jók vagyunk. Ebben nagyon jók vagyunk, vissza kell menni a traderhez. Már most ideje volt, mert már a tököm ki volt. Még a fülem is besipolt, esküszöm. Na, hunka ki bennünk. Most meg még jön valaki? Ah, rendesen besipolt a fülem, esküszöm. De viszont jó vagyunk, jó bírja az armor, igaz, hogy most weak az armorunk, de vagy mindjárt jobb lesz. Nem voltam boldog azért most. Nem vagyok boldog, mert nem ad jókat, de ilyenkor talán egyszer fönt, egyszer lent, és akkor figyeljetek, próbáljuk meg megint koncentráltak lenni, és megint úgy gondolni itt a dolgokra, hogy ez jó lesz. Mert így, hogy réjuk, mint a szaros gyerek, azzal nem leszünk előbbre. Meg kéne csinálni, kraftolni egy ládát egyébként, úgyhogy itt mindjárt ütök ki egy fenyőfát, és ide le fogok rakni egy ládát, és akkor abba rakunk dolgokat, aztán hogyha esetleg egyszer valamikor jövök, akkor még meg lesz. Sőt, lehet, hogy két láda is kell. Oké. Okay. Bazza, hogy mindig elfelejtem. Storage! Miért felejtem el, hogy storage? Ide rakom, gyerekek. Bejáratt a szembe. Na, hol van a storage-ünk? Egyébként ez egy jó ötlet szerintem, nem? Gyerekek, vagy így. És azt fogjuk csinálni, majd ezt meg is eszem. Megígyunk egy ilyet is. Azt fogjuk csinálni, ez maradjon. Azt fogjuk csinálni, hogy majd átnézzük, hogy mi az, ami kellhet otthon leginkább, és azt fogjuk elvédni, jó? Például azt a dolgot is. Na. Ez nem kell. Ez nem kell. Oké. Okay. Meg kéne javítanom az armoromat, ez mindennel megy az idő, gyerekek.
És nem tudod megjavítani a rajtadban? Hát a szemed álljon meg. Ja, de viszont legalább fölveszi, hogyha megjavítottad. Az jó, ugye ezt megjavítani nem is tudom mivel kell. Megjavítja, jó van. Fasza! Fölvette azért is sipekot is? Föl. Jó, meg van javítva, ennek örülünk. Menjünk aztán, valamit okozzunk. Bartelelni kellene, tehát akkor ezt fölvesszük, meg akkor lehet, hogy ezt megeszem. Aztán megnézzük, hogy mi változik, legalább tudni fogja a Keeper. Meg legalább megcsináltuk egy küldetést is. Crafting skill. Bundle, ez lesz a miénk. Oké, okay. Inventory, meg mindig nincsen Baza. Semmi nem változik itt szerintem, baza. Raider armor sincs, semmi nincsen, testvére. Viszont... Ja. Úgyhogy nem értem ezt. Akkor lehet, hogy csak az árom módosít. Robotik izét 3-asat tudok már, úgy jó. Az jó. Ja, vegyünk fel egy melót. Csináljunk egy melót. Megpróbálkozzunk egy erőssel? Keményen a gyerekek. Egy izével, egy 4-essel, és az lesz ütés feles egyébként. Kemények legyünk? Kemények legyünk. Jó, a gyerekek, kemények leszünk, megpróbálkozunk egy fullossal. Ja, ott egyébként írja, hogy most... Ja, hát az árakat, gyakorlatilag eladási árakat módosítja csak. Más nagyon nem. Oké. Okay. Van, amit ki kéne pakolnom? Ezt a napszemcsét kidobom. Napszemcsét kidobom, azt majd azt csináljuk, hogy akkor, amikor menjünk haza, akkor fogjuk, sőt, ezt a painkillert is kidobom. Meg ezt is kidobom, ezt meg ide lehúzzuk. Meg igazából ezt is kidobom. Ez csak nem kell, nem? És akkor egyel többet tudok cipelni. Ezek viszont szerintem körlenik. Körlenik el a képernek. Na, megijezzünk, meg megszomjazunk. Gyerünk! Hát ez egy nehéz, ugye ez egy nehéz küldetés lesz. Valószínűleg olyan nehéz, amilyen... Nem, bazze. Nem, mert másik bajomra fog átrakni, akkor ez mennyi volt? Ez egy 4-es, ez egy 5-ös lesz. 5-ös nehézségi fokozatos küldetés, amelyik nem lesz könnyű, úgyhogy rohadtul szedjük össze magunkat. De legalább még jobban tesztek. Ja, egyébként az attack speed-en valamiért csökken. Csak nem tudom, hogy miért. Úgyhogy ezt majd meg kellene nézni, csak egyébként shotgun lenne jó. Egy rohadt shotgunom nincsen. Egy darab az egész rohadt játékban. Konkrétan pipe van, és gyártani is csak a pipe-ot tudom. Úgyhogy annyira el vagyok izelve. Rá vagyok csesződve. Figyeljetek, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy visszafele. Azt az epic katonai bázist, azt kipucoljuk. Azt csináljuk, megcsináljuk ezt a küldetést, és van egy ugye, amiről beszéltünk visszafele, egy ilyen nagyon nehéz katonai bázis, az a nehezebb fajta. Arra kimegyünk, azt megpróbáljuk kipucolni, vagy valamit. Hogy valamit már okozzunk, hogy valahonnan szerezzünk már a vépet. És ez szerintem simán megtámadott be, úgyhogy ez urban legend. Perfekt. Perfekt timing volt, komolyan ez megint. Ja, mert kevesebb a HP, mint a max, most amiatt támadhatod meg, vagy miért? Vagy rohadjabb meg. Na nézzük, hova vezet egyáltalán ez a külli-bülli. Megnézzük ezt az autót? Most meg már annyira idegesít minden egyes lootolási lehetőség. Hát, hogy ott találjuk meg a jó dolgokat, egyébként nem rossz dolgot találtunk, de figyelj, nem akarom elvinni ezeket már megint ilyen random kaszatokat. A bicikliből nem pakoltunk ki, azt is megtehettük volna, mondjuk az nagy hülyeség volt. Ja. Valamilyen, mint hogyha az attack speed-em kevesebb lenne, de mi befolyásolja? Van valami attack speed nevelő ennek szerint. Valamelyik perk attack speed-et nevel, csak tudnám melyik. Kutya volt, kutya volt. A hús az mindig jó.
Ott is ott megment egy nyuszi. Nem mondod, hogy katonai bázis, akkor nagyon benyeltük, hallod? Mármint akkor nagyon, nagyon nagy mázlig van. Pedig az az lesz, bazza, ez egy katonai bázis. Júú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 ú
katonai bázis. Ez jó. Nem. Még megyünk korrébb. Hirtel azt hittem ezt. De viszont ez visszafele, bazdnek ki kellene autolni. Vagy mi ez? Nem, ez egy ilyen egészségügyi szor. Ó, bazdok. Nem, egyszer nem hiszem el, bazza, hogy miért van ez, hogy folyamatosan támadnak ezek. És megint bazza. Toljuk fel a HP-nkat, mert lehet, hogy amiatt. Jó, fasza egyébként. Örülök neki, hogy ez megy. Ez egy akkora idegesítő dolog egyébként itt a sivatagban. Hogy így fölszáll, aztán így... Mindig várom a csodát egyébként, hogy itt meg fogjuk találni azt a pump action shotgun vagy valamit. De szerintem a katonai bázisnál esélyes lehet. Jó lenne egyébként egy darab. Várjatok? Egy lockpick. Azt nem tudom craftolni, vagy? Figyelj, valamit be kéne jelölnöm, ami trackre. Már csak azért, hogy akkor talán nem felejtem el. Mi ez? Ez csak egy ilyen... Basszi, azért ez nem lesz könnyű megint. És igen, most már ugye 30... 45-ös tárgyernek a szarnak. Úgyhogy ez tök jó. Jó, hát... Azt hittem, hogy ott egy radikapásból. Cigány dolog beszpórolni a zombikat mögénk. Akarok egy kis buffot. Meg egy kis hatot. Mi van itt az? Már bekomma van. Nehogy már olyan nehéz a gyár. Jó, nem baj, hogyha ezek nyugtalankodnak, semmi gond abból, nem szárbazhat. Jó, gyűjjenek csak rá a képőre. Mi a fasz csináltak, gyerekek? Na, le van lakva rendesen ez a környék itt. Meg egyébként nagyon tetszik, hogy tudsz területizni ezzel a vép fegyóval. Azért az egy baráti tud lenni. Vannak itt könyvek is, olvassuk is egyet. Na régebb megtanultuk. Van ilyen. Sneak damage. Fall damage 100%. Ha egyet bekapsz, akkor nem sebződsz. Ez azért rossz. Nem rossz. Ugye? Jaj, de jó, az egy darab rothadt hús, a legjobb dolog, gyerekek. Egyébként lejjebb van, azt írja, hogy lejjebb van. Ha dobozunk. Az lesz a csomag. Rottul nem. Ez, akkor ennek van egy pincéje, vagy valami? Azt írja, hogy lejjebb vagyok, lejjebb kell mennem. De hol az anyámba? Keressen meg a szaplit. De még arra van. Mi a fasz? Itt van valami barlang? Vagy mi van itt, gyerekek? Ezt itt nem is értem. Azt a betyár. De jó. Mi? Fecsömet ebbe. Egyébként ez azért idegesítő a fegyver, mert lassú mindenek. Hú, de jó az egy baj. Szerintem madár. Jó. Nem gond, gyerekek, kemények leszünk.
A mocskos életbe. Lehet, hogy inkább lőfegyverre menjünk. Olyan lassú az a fegyó, mint az atom, de nem értem, hogy hogyan lehet ilyen. Most halál komolyan, nagyon-nagyon lassú. Buzi fog zombi. Meg ezek a szarmer ilyen nagyon, nagyon alacsonyan császkálnak. Ja, ilyen rohadt alacsonyan mászkálnak, és könnyen kiütik a lábadat, vagy nem tudom, így nehéz eltalálni őket. Ó, lockpick, jó van. A lockpicket tartsuk meg, feltétlenül. Na figyelj, ide leugrok, akkor biztos, hogy harakiri lesz. Ezt már most érzem. Itt tuti, hogy meg akarnak minket hágni durványosan. Már most érzem. Hú, figyelj, de tele vagyunk piros pontokkal. Lózák vagyunk, közben utolgatunk. Jó. Azt csináljuk, leadjuk a küldetést, hazafele megcsináljuk a katonai bázist, ott hát ha kapunk valami jó dolgot, de eddig annyira nincs szerencsénk, hogy az őrület. De most tényleg, ti nem érzitek ezt a... Oda né! Ott vannak a jó cuccok, ez meg le fog szagadni, mint a szar. Érzem, hogy az leszakadna. Próbáljunk fire lőni azért. Kurva jó vagyok, kurva jó. Nem szakad le, meg azt hittem leszakad. Na jó, itt van az út, ott meg lenne a főlút, ami biztos, hogy lesznek 2000-en ottan. Itt ennyiék. Ez ilyen semmi? De. De valami van benne. Ó, jó. A kalapácsba elhagyta valahol. Micsoda dolog, mi? Betonkeverő. Egy betonkeverő is egyébként annyira kére. Na, menjünk valamerre. Próbáljuk meg a főlutot. Na, attól félek egyébként, hogy itten csúnya világ lesz, gyerekek. Ezt meg kéne ripórelni. Ugye most már hordok magamnál mindig ilyet. Tudok javítgatni. Figyeljetek, itt van egy olyan érzésem, hogy itt harakiri lesz. De aztán lehet, hogy nem. Aha, dehogy is nem. Bazd a gyerekek, hallod? Millióan! Kurva anyátokat! Hol vagytok? Nem látok kettőig, baza. Na meg egy radi! Ne állj elém legalább! Komolyan mondom!
A szar! Szaros élet! Bazd, menjen múltat itt! A faszodat, te meg! Uff. Te mocskos, hányan voltak ezek gyerekek? Mindenki elkönyvelte, hogy meghalok. Velem együtt egyébként. Ez, gyerekek, ez több volt, mint rémálom. Ez mi volt, basz? Mi a fasz volt ez, gyerekek? Nagyon beteg volt, basz, de nagyon jó volt. Hát olyan adrenalin van, volt szerintem, a köpni nyelni nem tudtam, gondolom, azt így hallottátok. Nincs nálam méz, le van szarva. Oh, simán, szépen nyugodtan, jó? Bazze, itt, ez, mész a francba. Ez milyen szóval? Motrot, bazze, itt van minden is, hallod, mint a búcsóban. Jó lenne egy méz vagy valami. Ezt nem hoztam magammal. Jaj, ez szét fog törni, mindjárt. Lockpick, a kú, életbe. Nehogy már, á? Menj a francba! Ezt úgy utálom, ez meg ez. A szemetet adja mindig, bazza, ilyen nehézségek után. Négyes pisztoly, az a baj, ezt perikével pont beszéltem, hogy 42 divis tart. Mondja, miért nem használom a kettest? Azért, mert még ez a szar is, egyesen is 48-at, és van be 45 töltény, ebben meg van, vagy nem tudom, nagyon kevés, úgyhogy azért nem használom. Á? Nem hiszem, ennyit küzdöttem, és tök jók voltunk erre, bazza. Megint semmi. Megint semmi nem lesz. Megint a trash. Jó, ez pont 5%. Az pont leviszi talán. Meg van painkillerünk van. Nem vagyunk jobban ma rendesen. De megint semmi. Megint itt megcsináltuk ezt a tök nehéz izét. 6%-ét. Az nem painkiller kell annak, ott meg van zuhanva a csávó. Ugye megnézem. Á? Nem vagyok boldog. Ez mi ez? Igen, ja, vagy pedig... ez meg vitamin kell neki, az volt. Nincsen, rohadtul nincs vitaminom. Pont, mi nincsen, az meg homok, az nagyon kell, meg ilyen kutyafasz a dolgok. Jó, rácsöztünk. Military. És mi van benne? Van benne egy kés, bazze. Komolyan mondom. Military box, vagy mi volt ez? Volt benne egy kés, gyerekek. Elvörítő. De egyébként majdnem oda lettünk. Igen, az azt hitte, hogy ezt ki lehet lootolni, vagy valami. Nekem ezek csak ilyen disznek vannak itt, de jó. Hát itt mondom, végünk van, gyerekek, öcsém. Ebben meg volt 13 fa. Tök jó egyébként. Ez is semmire való, ugye? Jó. Akkor konkrétan nem nyertünk egy égett a világon semmit, ha mondod. Ebből lehet, hogy ki tudnánk szedni, 3000 évig itt ütnénk. Semmi, bazze, semmi. Semmi használható cucc nem jött. Konkrétan nulla. Nulla. Ki kéne pucolni még a területet, azt mondja. Lehet, hogy ott fönn van egy zombi. Ja, nem vagyok boldog, ez nagyon nem volt fel. Hát, hogy ne. Ez az attack speed, ez meg nem tudom, mi történt velünk. De nagyon kaki. Jó, mehetünk vissza. Ja, mehetünk vissza, jó, mindegy. Nem vagyok happy. Konkrétan nem esett semmi megint.
De nem haltunk meg, annak én rohadtul örülök, mert egyébként elég kaotikus volt a szituáció, hát nem tudom, bazzá. Mit nézzek, érted? A katonai bázis is megpróbáljuk megcsinálni, hány óra van? Jó, volt megint egy ilyen Hammer, amelyik szarra való. Meg ez is tök nem, semmire való, érted? Hát egy husi. Nyilván 17.34, nagyon gyorsan megpróbálunk visszabiciklizni. És akkor a katonai bázist ilyen önkényesen megpróbálom kipucolni. Mi a? Nem jó. Nagyon nem jó. Meg kéne gyógyítanunk magunkat egyébként, mert az is probléma. Kellene egy vitamin, azt hiszem, hogy a ládában van vitamin. Fú, gyerekek, nem jó. És ez tök a szerencsém múlik, mert nincs. Most bemákolná egy rohadt pump action-t, aztán gyártanád a sörétet, azt lehetne darálni, vagy pedig egy... De még eladó sincs, az a brutál, érted, hogy nincs eladó. Legalább adna, lenne eladó. Gyűjtöm, mert ezt kell. Meg kell nézni egyébként, hogy az attack speed-em az miért zuhan be, melyik, milyen perkre nem raktam. Mert van valami ezek szerint, ami attack speed-et ad, mert sokkal lassabbnak érzem ezt a kalapácsot, de durván. Na, katonai bázis, azt ki kellene pucolnom. Nincs mázling. Egyébként most azt hittem, hogy meghalunk. Mondom, kihasználom azt a középső oszlopot ott lent ugye a bányában, amit tudok körülötte futkozni. Egyszer mögém kerültek. Az nem volt aranyos, de amúgy nem volt annyira rossz. Egész jól sikerült tartanunk magunkat. Viszont, hogyha most már elindulunk a katonai bázis fele, akkor mindenképp azt kell csinálnunk, hogy ki kell válogatnunk az olyan lootokat a ládából, amit érdemes lenne vinni magunkkal, amire van valami haszna. De egyébként olyan lootokat nem kapunk, az, ami kellene. Egy darab varró készletet kaptam 4 óra alatt szerintem. Ami is folyamatosan megyünk mindent csinálni. 4 óra alatt 2 darab ilyen varró készletet kaptam. 2. És kellene az legalább mit tudom, 10 valamennyi. És azt nem tudod craftolni. Az csak lootolható. Ne ordi! Elég ideges a kipar amúgy is. Nem tudom megcsinálni az armoromat emiatt, ugye nem tudom megcsinálni, tényleg. Emiatt nem tudok armort csinálni, cseszhetem. Emiatt nem tudok... Mit akartam még? Nem tudok shotgun-t, ugye, ami kellene shotgun. Nincs semmilyen. Ez egy rohadt nagy idegesítő dolog. Figyeljetek, lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy nem kéne itt hagyni cuccokat, hanem ami nem kell, azt eladni. Nézzük, hogy mi az, amit... Ez rámegy. Oké. Kettő darab homok, az biztos rohadt nagy szükségünk van rá, nem? Oké, akkor nézzük, elvileg. Ja, 2 varrókészletet kaptam ma, jó, befejeztem, nem rejjük. Az azért annyira nem rossz. Mi az, ami kellene most nekünk? Mit beszéltünk? Ja, kellene egy vitamin, elvileg van vitaminom. Sőt, ezt nem azt akartam, júzolni. Meg kellene egy varrókészlet, vagy pedig valami, nem tudom, csak az a baj, ezt be kéne kötnem, de nem tudom bekötni. Mert azt a varrókészletet rohadtul nem fogom arra használni, a Sozier. Ezért is 74-et ad, nem ér az semmit. Ja, úgyhogy kakibaki van, kakibaki, meg még ráadásul. Nincs egy lőszerünk se, lassan elfogy a lőszerünk, mert ugye azért elég sokat használtuk a gépfegyvert.
Ja, gyerekek, hát ezt leadjuk ezt a küldetést, azt lehet, hogy akkor továbbállunk. Az a baj, hogy eléggé low így a HP-m. Így a katonai bázisnak nem tudom neki merre kell állni. Wasteland Treasure Vol. 5. Ezt nem tudom, ez mit ad. Ja, hogy tudok craftolni? Ja, hát job. Keletre van, azt mondja. Megnézem, hogy a keletre. Keletre pont nem akarok menni. Oké, okay, jó. Nyugatra fogunk menni. Úgyhogy akkor ennyi volt, testvérem, bocsánat. Gondolom ez nem változik, ez is... Semmi nincs nála, ami hasznos. Oké. Okay. El kell indulnunk. Oké, okay, szevasz haver, el kell mennem. Ja, nem tudom bekötni a kelemet. Mert ahhoz, hogy bekössem a kezemet, ezzel, hogy tudjak valamit kezdeni. Első segélycsomag, vagy pedig... Ja. Sima bandage, az ugye, az vérzést azt elállítja, de ugye szerintem ott nem lesz beködve. Mert nekünk van ilyen... Ilyen, de van, azt hiszem, hogy sima is, nincsen? De van, ugye ezt használom. Nem is használhatom, csak annyi, hogy a vérzést állított el. Bicikli. Ezt kivesszük, ide beszorjuk. Mi ez a dobolás? Ilyen, amikor támadnak. Ilyen hordozere van körülbelül most. Remélem, hogy nem lesz belőle semmi. Na, ami nekünk nem kell. Nem fontos. Azok maradnak, ami fontos, az jön. Gyorsan még futok rajta, jó gyerekek? Hát, ezt is tök fölösleges elvinnem. Meg ilyen arm, hát ezt az armor parcot vigyük. Ezt az egy duct tape-et rohadjon meg. 69 húst visszük, egy darab krumpli nem kell. A víz nem kell egyébként nekem egyáltalán. Animal Foot szerintem teljesen fölösleges, ez a pisztoly is tök fölösleges. 9 mm-es lőszer, az a baj, hogy az hiszem SMG-be mondjuk megy. Meg ugye Magnum lőszer, de hát azt is nem fogok arra specializálódni, szóval nem nagy értelme van. Az a baj, ezek igazából ilyen mind, majdnem mintres nekem. Majd, hogy nem minden trash. És ezeket, hogyha már minden trash, egyébként ezt a bartelt, ezt fölvesszük majd. Ha már minden trash, akkor a pöcsöbbnek tartogatom, mert egyébként ilyen nem is van. Ilyen wire tool, gondolom a wire tool az kell majd egyszer. Vagyis kell ahhoz, hogy kötöges, de nem kell belőle 80 darab. Úgyhogy ezeket a dolgokat meg lehet, hogy akkor eladom a francba, mert minek adjam itt, érted? Meg igazából ezek olyanok, amiket így elő tudok állítani általában hamar. Várjál, felveszem a napszemcsit, elvileg, az jó nekünk. Oké, okay, és akkor mindent is eladunk. De azért nézzük, hogy mi... Figyelj, ezt eladom, ezt az egyet. Ezt eladom, a maradékot megdobom ki. Egy krumpli mehet. Mehet. Nem kell. Azért adom el, mert nem viszem magammal. Hogyha kérdés lenne. Mert nem akarom magammal cipelni ezeket. És ami marad belőle, ilyen egy darab, azokat szépen ki fogom dobni. Okay. Viszont 6400 pénzünk lett, ami jó, úgyhogy érdemes eladni szerintem így. Hát meg ugye a küldetésért is lett. Megnézzük azt a wire tool-t, az mennyit ér. Hát ez 43-at, jó, akkor a maradékot ezt meg beszórjuk ide, amit ugye nem fogok cipelgetni. Aztán majd mit tudom én, maradjon, nem dobom ki. Ebben meg ugye benne vannak a maradék cuccaik. Ez eddig oké, okay, tök jó. Szerintem jók vagyunk.
Lőszerünk nem túl sok van, nem tudom, hogy ezt a katonai bázis bemerje be kockáztatni. Meg elég késő van, de hát én egyébként megpróbálnám, és azt hiszem, hogy melyik volt az, hol volt? Azt szerintem valahol itt volt. Úgyhogy ebben az irányba megyünk. Arra, abban az irányba megyünk, aztán, hogyha katonai bázis lehet, hogy bekockáztatom, viszont ezt mondjuk lehet, hogy vírálnom. Várolnom kellene. Megvárjál már. Úgy, egy kicsit jobb. Szuper! Ja, az a íze, a kézbekötés. Elhasználhatnám azt az egy ilyen kitet. Lehet, hogy jó ötlet is lenne, mert lehet, hogy be fogunk szívni a katonai bázison, amiatt, hogy kevés HP-m lesz. Még az összes madár be fog támadni nyilván, sőt, azt rá is fogok váltani gépfegyvere, és ezt meg is kéne javítanom. Oké. Okay. Jó. Úgyhogy nem tudom, hogy nem fogok beszívni bele, de megpróbáljuk azt a katonai bázist. Hogy valahogy kellene valahogy. Csak az a baj, hogy ott is a jó lootok ugye benne vannak ezekbe a szarizékbe. Ládákba. Amelyik ugye le van zárva és nem tudom kinyitani, akkor cseszhetem. De egyébként akkora hülyeség ez a lockpicking. Akkor nem tudom, az lockpick. Azt a lockpicket mindig magadnál kell egy szloton hordanod. Az engem annyira zavar és frusztrál, hogy állandóan hordjál magad a lockpicket. Fasság. Nem tudom, nekem nem jön be. Jó, hát valami ilyen, meg mit tudom én, de... Ja, nem vagyunk annyira jók. Nem tudom, ez a rész megint egy... Megint ilyen meddő dolog lett. Mármint, hogy oké, okay, újraosztottuk a skilleket, de ugye, nélkül, hogy... És Ferike mindig mondja, hogy engedd el a meal vapor-nöket. De nincs mi. Nincsen opció, mert nem kapunk, és nem tudom craftolni. Már megnézem mindjárt a craftolást komolyan, mert már engem idegesít egyébként, hogy nem tudok craftolni, de szerintem rohadtul nem tudok craftolni. Kézi fegyverek. Shotgun, ugye nekünk a shotgun lenne jó. De nem tudsz, egy rohadt pipe shotgun tudsz, és az egy lövető. Egy. Egyet tudsz vele lőni. Egyet. És utána tározol. Hát az esélyed nincsen semmire. Tehát azzal nem fogsz te semmit csinálni. Azzal semmit. Egyet lősz be azért, azt utána meg neki azt egyet betározni. Nulla. Nulla esélyed van vele harcolni. Semmi. És hogyha nem kapunk, és nem tudom venni, vagy nem fog beesni egy tradernél, akkor nem is fog lenni. Mert igazából amire le tudom craftolni, arra lemegy a nap. Lemegy a nap, lesz egy év eltelik, érted? Úgyhogy ebből gondolkozok abba, itt van a katonai bázis, hogy ezt meg kéne próbálnom. 20 óra van, az a baj, 2 óránk van, az mondjuk eléggé sok, azt hiszem, hogy pont itt lesz. Hogy meg kéne próbálnom betámadni ezt, aztán bízni abban, hogy esetleg esik. De hát figyeljetek, az előző, az a bányán is, amennyien voltak, hát simán beadhatod volna valamit. Ez a katonai bázis, ez az? Nagy büdös szart, vagy az? Szerintem ez az? Ez az. Az körbe van ásva ilyen árokkal, és tele van aknálva. Jó, gyerekek, valamit próbálkozzunk, nem tudom. Eléggé veszélyes lesz, azra készüljetek fel. Ez csak a buff miatt nyomok egy ilyet, meg egy ilyet. Aztán készüljünk, nem tudom. Szará van aknázva. Ahogy ez zárva van, az jó kezdődik. És akkor most jöjjek rá, hogy egyáltalán hol lehet bevenni, mi? Sehol. Lehet, hogy sehol. Ez homok, homokzsákok. Itt úgy látom, hogy nincs izé. Na, mi van itt? Jó. Nem tudsz bevenni. Nagyon sokáig tart bevenni, akkor nem fogunk próbálkozni. Hát itt szerintem itt be tudok menni. Hát ez egy ezres. Izé kellene, craftolni kellene, de megint érted, nincs egy büdös fád nálad. Mindjárt csinálunk létrád, hogy valamit azt fölvegyünk, csak lehet, hogy kellene annyit craftolnom, hogy ha valami nagy szar van, akkor föl tudjak menekülni valahova, azért 20 óra van.
Mindjárt megoldjuk, gyerekek, no problém. Mondom, no problémó. Kaptoljuk el az összeset, oda nek egyszerűbb. Valahogy úgy kellene, nézzük ezek mennyire. 200-asok, jó, akkor itt csinálunk egy illadékot, és akkor ennek a tetejére fölvegyünk. Valami nagyon bízok abban, hogy valamit kapjunk már, mert ez így nem baráti. Ugorjál be fel, bazzel, most például ugrasz fel rá, tehát testvére. Na gyerekek, tele van minden. Már látom most. Hát ez szerintem föl kellene ébreszteni őket. Nem tudom, hogy ezek mondjuk lehet, hogy nem hullák. Gyerekek, nem tudom, hogy ez hogy lesz. Mindenhol izével, mindenhol drótakadály. Az a baj ebbe az udva... Aha. Már tudom, hogy fogjuk megoldani. Ha nagy szar lesz, akkor menekülés ide föl, jó? Oké? Okay. Úgyhogy ez lesz a stratégi. Itt aztán van loot, bazze. Na mi lesz itt, gyerekek? Szerintem tuti, várj, lövök egyet a levegőbe, azt már megbalondol mindenki. Aha. Erről beszélte, bazd meg. Mekkora köcsög játék, mi? Gyerekek! Azért az anyja valaga, nem? Azért az anyja valaga. Hogy ez azért az megvan csinálva, hogy szopjál. Ha ezek szekiállak szétverdét mindent, úgy látok. Nem tudom, kellene egy kicsit trükköznünk. Az a baj, 20 óra... Vazza. Aha. Nem olyan rossz lesz ez. Szerintem jók vagyunk. Itt legalább itt a középen ki kéne utolnom egyébként. Abba gondolkozok. Ez jó, hogy megcsináltuk, mert ott haltunk volna meg. Próbáljuk erőltetni a fejlövést, mert nem sok lőszerünk van. Végre meg volt, 1200-as zombed volt. Még van egy óránk, 1 óra 15 percünk. Nem vagyunk annyira rosszak, de annyira jók se egyébként. Itt még lehet, hogy jönni fognak. Nem tudom, aha. Meg volt. Le kéne mennem aztán valamit körülnézni, hogy mi van itt. Ez mi? Basz, itt van ez alatt egy ilyen bunker dolog? Ez azért kurva jó. Jó, hát ez meg ott elkepesztett. Nekem meg ki kéne állnom lutolni. Hát, ha bemákolunk valami fasz a dolgot, gyerekek. Legalább lett lőszerünk is. Új, de lemennék megnézni, mi van itt. De biztos, hogy millió katona meg minden. Hát az a baj, hogy itt... Nagyon nem látok semmit. Egy óránk van, úgyhogy nagyon sok időnk nincs. Ó, ammunition box, ez jó. Majdnem.
Gyorsan végig futunk itt mindent, még van egy óránk. Meg tudom, hogy van még ott egy katona. Ó, itt van egy izé. Szerintem is figyeltem. Egy shotgun messiás, és lát ebbe bármi is. Lehetne, de ugye nyilván nem az lesz, amire mi vágyunk. Ezek mi viszont... Ugye ez a sok katonai cuccnak látszó láda, ezek semmik. Ugye ilyet vertünk szét. Hopp! Mi ez? Raider! Na mégre egy Raider, gyerekek! Mégre egy Raider. Akkor megvan a bootsunk, akkor azt nem kell megvennünk. Ugye körülnézek még itt egy-két helyen. Biztos lesz zombi vagy valami. Szerintem nem lesz. Csoda. Szerintem, hogy... Hát ide is, hogyha leugrok, itt is biztos, hogy parádé lesz. Úgyhogy lehet, hogy valahogy okosba. Viszont a legjobb cucc, biztos vagyok benne, hogy tudom, hogy hol lesz. Hát ide is kellene egy izét, egy följáratot. Hogy... Ha... Elborultak a kedélyek. Nézzük, hogy merre mi van. Tuti, hogy jönnek. Nincs senki, nem hiszem el. Az a baj, hogy ezzel tök jól vagyok ezzel a fegyverre. És így megint elbizonytalanodok. Mindig amikor valami van egy jó sorozat az embernek, akkor meg így belegondol, hogy azzal nem is lenne olyan rossz. Ami nem gépfegyver sorozat, hanem amikor jól megynek a dolgok, tudjátok. Amit aktiváltuk, ez lehet, hogy kinyitotta ott azt a bunker ajtót. Se vegye meg, gyerekek! Nem egyszerű az élet, a kipörnek járna egy kitüntetések. Ennyi volt, itt igazából valamit kinyitott szerintem, lehet, hogy azt a bunker ajtót. Azt adnám, de nem azt, bazd meg, de kár. Itt van egy ilyen zárt ajtó, ez mennyire nehéz. 21-33-ra nem mondom, oda nézzetek, ez szét van berve félig. Ez hogy a picsába? Esküszöm, nem ébeltem szét, vagy nem? Itt nem én behetem, soha nem voltunk itt benne. Ez hogy lehet, hogy 50% damage-ről megy? Ez érdekes dolog. 21-36, nem tudom mennyire veszélyes egyébként itt hézerezni. Biztos nem túl baráti. Nagyon érdekel, hogy mi van itt lent. Biztos meg fogunk dögleni. Van még javítókészlete? Van még, úgyhogy ezt akkor javítsuk meg előtte, mielőtt ide bevágódunk. Ja, hogyha taktikusan csináljuk, akkor van esélye arra, hogy túlélünk. Na, ez érdekel, hogy mi van itt. Gyorsan, verjük szét. És mit nyitott az a íz? Lehet, hogy a főbejáratot majd mindjárt megnézem. 42 van, hát a fasz tudja, hogy mi lesz, gyerekek itt. Valaki hörög ám. Lehet, hogy kint zombi. Ez mi? Ez kevés dolgok vannak. Meg kéne nézni, mit nyitott ez. Nem ezt? Hát mit nyitott akkor? Aha. Jó vagyunk az izébe, a gépfegyverbe. Ugye a gépfegyverre is pakoltunk. Mármint nem pakoltunk okrit a gépfegyverre. Viszont, mivel ugye raktunk nem is tudom melyik
attribútorra, amiatt, ugye a gépfegyver, az nem öt. Igen, megint újra kell gondolni, gyerekek. Mindjárt futnak, csak szólok. Mondjuk amúgy is futnak, már elég sokan. Favágó néni volt, te. Hát ez te nem az vagy, mint a képer, ugye? Na, tök egyelőre rájöttem. Ez mi van már meg? Itt még folytatódik. Ó, bazd meg! Na innen fölfut az összes. És egy kurva katonai bázison vagyok, bazdmeg, gyerekek. És nem olyan sok lőszerem van. De egyébként nagyon élvezem ezt most. Minor. Egyébként ez looting bónuszt ad. Aha. Jó. Ugye kellene külön... külön-külön. Kutya. Kutya hang. Hello! Ácsi! Ácsi bácsi, Keeper bácsi! Most már tényleg ziálok, bazd, egy katonai bázison cseszem az eget. Éjjel! Egy idejében, egy ötös nehézségű bázison. Itt fogunk megdögleni, arra készüljetek. Lemegyünk ott balni az éjjelbe, az aknába, kíváncsiak vagytok mi? Én is, bazd meg, az a baj. Pedig nem szabadna. Ilyenekre nem szabadna kíváncsinak lenni. Hanem takarodni kéne innen haza. Figyelj, egyébként lőni kéne megtanulni, és akkor azért lehet őket kezelni messziről. Nem igaz? És Ferkó lehet, hogy igazad van. Amúgy nem rossz, ez egy egyes szintű AK. Ezzel baze, ez fölmondóan van, hogyha lenne egy hatosod, szerintem azért ez atom, gyerekek, atom, komolyan. Ez most valahogy elcsíptem. Csak az a baj, lőszer kellene dögivel, ugye, akkor. Baze, itt be lehetett volna jönni, gyerekek, én meg bevásztam. Itt lehetett volna bejönni. Meg kell nézni, mi van ott lent. De egyébként tökélet, bírom nagyon, tetszik ez a dolog. Ugye ott voltunk, ott fönn voltunk. Ez nem az. Gyors, meg akarom nézni, nehogy kivaradjon valami loot, mert szíja szedtek akkor gyerekek. Ugyanoda bejöttem, csak másik ajtón, vagy mi? Aha, ügyes gyerek voltam azért, na. Na, akkor Bird Nest nem érdekel. Ide nem tudom mennyire érdemes fölmenni, hogy itt lehet-e valami. De eddig akárhányszor jöttem, nem volt. Pedig itt minden játékban az ember keresi a sniper rifle-t, nem? Valahogy nincs ajtaja ennek a kotlának? Ott van baza. Mellé, mert ez hogy ugrottam le, allod? Ez hogy sikerült? Erre ugrottam és így lelökött a létre. Jó, baza. A végén még, amit erőltetek, az nem fog menni, hanem izélve kell rámennem erre a gépfegyverre. Tök jó, nekem ezt, komolyan mondom, ezt nagyon élem, ezt a gépfegyverezést. Rá kellett jönnöm, hogy ez nekem bejön. Hát annyi, hogy tényleg meg kell tanulni lőni, nem izéni. Nem szarakodni, hanem fejlövésre menni, aztán Isten áldjon, akkor ugye el vagy. Jó, itt kilutoltuk mindent, mehetünk. Be, oda ugye, az meg hogy voltunk? Itt voltunk. Igen, itt még nem voltunk ebbe. Nem tudom, honnan jön. Szerintem kívül vett észre. Gyógyszerek?
kurva jó, tök jó helyek vannak, annyira meg van csinálva, imádom. Tök élethűek. Jó, hát itt megnyomtunk egy kapcsolót, hogy mit nyitott össz, ne kérdezzétek. Itt is voltunk. Ja, hát ugye arra, lehet, hogy ezt a, ja, ezt a kaput nyitott, tehát okoska. Hiszen ez lett nyitva. Valami kutya-butya, hát bazza, ide levegyek most, ez halál komoly. Mennyi ízen kajánk vagy buffunk van. Hát igen, nem kell itt azért, nem, fegyverrel kell mennem szerintem, mert különben megmurdolom. Ennyi? Ne szórakozzál, én azt hittem, hogy itt lesz az a csoda. Fosok, bazza, bejördek, ezt beugrálnak, azt itt fogok megdöbbenni. Hoppá! Gyerekek, itt valami zajlik. Ennek a fegyónak az a nyitja. Ügyesen célosz fejre. Ennyi. És meg van úszva. Minden oké akkor. De tényleg. És ezt most nem magamat akarom hype-olni, de most ez azért egyrészt szerzelőtt is rájöttem volna, nem? Hogy nekem ez fekszik ez a fegyver. Ez jó, mert ugye tök 45-ös tárat be tudsz rakni, meg ugye van ennek a, van egy M60-ast is tudsz ugye magadnak, és ez jó ez a fegyó. Ez egy adja, ez nagyon adja. Tényleg. Úgyhogy lehet, hogy azt csinál, hogy be fogom resetálni megint, de várjatok, hát próbáljon meg, itt fogom én ezt nézegetni. Ugye a... Az nem erőre tartozik, hanem mihez is. A machine gunner az itt van. És ugye ennek amúgy is ki kell húzni maxra, hogyha a kardiót akarom csinálni, ugye? Viszont, hogyha nehéz fegyverrel akarok lenni, akkor meg ugye izét. De figyeljetek, akkor azt kell csinálni, hogy ki kell húzni mindenképp ennek ezt. És akkor a machine gunner is jó lesz. És akkor annyi lesz, hogy itt már ugye majdnem ki is tudom húzni. És, na várjatok, annyi, hogy ugye a kalapács az mindenképpen csak egy hozadék annak, hogy ugye az erő attribútot ki kellett húznom. Az erő attribútor ugye kellett nekünk mindenképpen, ezt még egyszer kihangsúlyozom a Heavy Armor miatt, meg amúgy is, hogy, de viszont nem annyira kellett volna bazzen, csak a Heavy Armor miatt. És a Heavy Armor az mikor unlockolódhatott? Hát ezt komolyan mondom, megint el kell osztanom. Figyeljetek, én nem fogom ezt osztani, nekem annyira bejön a izé. Annyira bejön gyerekek a... Ez a weapon most. És rájöttem basszus, hogy ez nekem ez tetszik. És tényleg ezzel, az a lényeg, hogy... Figyelj, ha meglepnek, akkor is tudsz azért működni. Mert ugye sorozat. Viszont távcsővel, fejlövések leadásával nagyon adja. Ez most, ez a katonai bázis, ez így megváltoztatott bennem mindent, komolyan mondom, srácok. Ez most minden megváltoztatott. Mennyi pénzünk van? Egyébként megint lenne rá 6500-unk. De viszont, várjál már, nem bírom ki, hogy ne nézegessem ezeket, mert most meg vagyok őrülve ettől. Az ugye itt van. Mit? Raktam rá? Bazza, nem is akartam. Mi, hogy duplát nyomsz rajta, akkor raksz rá? Vagy mi? Rákattoltam. Lol. Na mindegy, ezt tudja akkor magától az a játék. Ugye... Machine arra ad. Jó van gyerekek, kimaxoljuk. Nem maxoljuk ki, viszont a Machine Gunnerre rakok egyet. És több machine gun-t kapok, hogyha ezt kimaxolom, és lőszert hozzá. És gyorsabb fire rate, és gyorsabb izé, reload. Menj a francban, most már tudom mi lesz. Hát gyerekek, itt azt kell csinálni, bazza. Azt kell csinálni, hogy erre pakolni. Ez nekem nagyon tetszik, meg machine gun-be bele fog tartozni az M60-as. Viszont, várja, milyen armor tartozik a izéhez, ehhez az attribútorhoz? Na várjál, lassabban már. Semmi ilyen vagy, mi van?
Ja, viszont ez az attribútorhoz amúgy is kellett. Jó, mindenképp kellett az izé, a nehéz armorhoz, mindenképp kellett az erő. Viszont akkor nem kellett volna kihúznom a kalapácsot. Nem annyira jön be ez a kalapács, igazatok van, gyerekek. Mondjuk a kalapács egyelőre még jó. Á, gyerekek, most meg vagyok lőve, de itt most át, mindenen át közlekedek. Jó, erre alszunk egyet, írjátok meg szerintetek, nem fogom megvenni, írjátok meg szerintetek, hogy mi a hatásosabb, ez a kalapácsozás, láttátok ebben a részben azt is, vagy pedig ez a fejlövéses machine gun téma. Szerintem egyébként ez a fejlövéses machine gun téma, ez nagyon brutál adja. Ez nagyon brutál adja. Hát az egy-két lövése, a normál zombik az egy vagy két lövés, pedig egyes szintű fegyó, ugye, nem is jó. Meg még ráadásul nem hogy csak egyes szintű fegyó, de nincs is pakolva a machine gun skillre, ugye, perkre. Mi? Ez ideges lett, te. Vagy pedig a kalapács, de a kalapács ki van maxolva, bazze. És tök jó, tök jó kalapácsunk van, és mégse jó, mégse hatékony szerintem. Hát ott a bent ott abban a kétbe is, amikor rám rontottak egy csomóan, machine gunnal sikerült. De annyi, hogy meg kell tanulni fejre lőni, meg meg kell szokni, hogy csak fejre lőj, mert igazából úgy látom, hogy a testlövések azok abszolút nem mennek. Meg akkor ugye rá lehetne rakni arra, hogy az armor, az a penetration, az hol van? Az melyikbe? A baj, az megint egy másikba lesz, mi? Na, volt egy ilyen penetration. Ez miben van? A faszod. Aha, az meg ebben van, bazzen, az meg megint külön van. Az a gond, hogy egy ilyen buildet ki akarsz alakítani, akkor nem elég egy darab izét kihúzni, nem elég egy darab attribútort, mert ugye szét vannak szórva. Mondjuk az a penetration, ugye, hogy armor átütés, ahhoz például annak tök jó lenne, hogyha az ki lenne húzva, hogyha a machine gunnal mész. Viszont az megint egy külön attribútor. Ja. Egyébként most, hogyha csinálnám, akkor azt csinálnám, hogy a nem raknék a kalapácsra, hanem a machine gunra raknám az összes maradék skill pontot, és akkor átállnánk arra, hogy tényleg azzal megyünk. Úgyhogy lehet, hogy az kellene. Meg még valamit meg akartam nézni, hogy milyen közelharci fegyver van ezen a híres attribútoron. Nem híres, hanem ellen a hílesen. Az a baj, az a brawler van. Szerintem azért azt lehet, hogy nem kéne erőltetni. Az meg nem jó. Ki van ezt találva? Ki van ezt találva, hogy azért nagyon ne tudjál ilyen nagyon hamar OP buildet kialakítani, hanem ugye szét kell szórnod a skill pontokat. De viszont tényleg nagyon bejön ez a gyerekek, nagyon, nekem nagyon bejön ez a gépfegyvereság, és ezt írjátok meg, szerintetek jobb, de szerintem jobb, mert igazából az mi a fasz? Az mi volt? Á, nem kéne lőni, mert izaja van, berámja minden. Szerintem ez a gépfegyvereság, ez egy jó lesz. Srácok, figyeljetek, én el is búcsúzom. Gameplay-en kívül hazabiciklizem. Annyit írjatok meg, szerintetek rámenjünk arra, mert egyes fegyverrel szinte semmi módosítás nincs a fegyóba. Nincsen kihúzva az a pörk, ugye a gépfegyveres. És így is ilyen jó kaszálunk. Tök jó volt, ez most így nagyon megmutatta ez a bázis. Meg igazából az is ugye, amikor lementünk a bányába, és ott is azzal tudtunk érvényesülni. Szerintem lehet, hogy újra kéne megint osztani a skillpontokat, és rámenni arra. Gyerekek! Írjátok meg szerintetek mi a megoldás, de én most nagyon hajlok rá. Ez a kalapács, ez tényleg nagyon nagy problémás dolog. De viszont a heavy armor az meg nagyon bejövős. De viszont, ugye akkor meg kell nézni, hogy melyik armor ad ranged damage-re jobban, mert ugye a heavy armor az azt hiszem, hogy izére ad, az mill damage-re ad bónuszokat. Hát igazából tök egyszerű megnézni, na majd mindjárt várja, álljunk meg. Mert ugye a set bónuszon kívül meglátod, hogy miket ad. És így mindjárt megnézzük. Ez minor.
Nem mutatja. De egyébként van egy ilyen táblázatom, amiben benne vannak ezek, hogy... De várjál, álljunk meg. Már megint nem... Valamit nem jó nézek én. Mert ugye nem minden alkotó rész ad... Lockpick speedet ad. Aha. Az... Ja, meg kell nézni, hogy melyik mit ad majd. Ez így nem jó. Nerd. Igen, meg kell nézni. Na jó, elbúcsúzom gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Következő nap érkezem a következő résszel. Sziasztok!